Hello! Sziasztok! Szevasztok! Mi újság van? Itt van velem Nelly. Csá, Nelly! Sziasztok! Na, szóval... Üdv mindenkinek! Igen, üdv mindenkinek, hogyha esetleg Nelly nézetére vagytok kíváncsi, akkor kattoljatok a linkre a leírásba. Újra kellett kezdenünk, mert nagyon elcsesztük ezelőtti részet, meg megkaptuk, hogy, hogy nagyon bérák vagyunk, nem tudjuk a gombokat, úgyhogy ma, figyelj Nelly, nézz a szemembe. Igen. Nézek, igen. Egy nagyon professional gameplayt kell tolnunk. Ez olyan, egy prot, rendben. Jó? Úgyhogy a pro, jó, az próbálok, lesz a, rendben. Az lesz a izé is, index képe, hogy pro gameplay Nellyvel. Jó, futás. Rendben. Na, jó. Akkor uti. Na figyelj, én rendelek kezdjük dolgokat, te meg berendezed a kecót. Úgyhogy ha kecó rendezést akartok nézni, akkor oda kell kattintani ezerrel. A like az meg ingyen van, úgyhogy nyomjátok, mint az őrület, baze. De ez az izé akkor is kell, akármi is van írva. Na, csuda-buda. Ja, most meg egyébként jött frissítés ehhez a játékhoz, például ez a tablet, ez mehet a kukába. Figyelj, beledobom a kukába. Dír. Nem tudom beledobni a kukába, dír. Kidobtam, mert nem kell elvileg. Én röndölök dolgokat, jó? Jó, rendben. Rölli. Hány polc? Három polc elég, nem? Vagy kettő? Hát szerintem kettő is elég, nem? Figyelj, lehet egyet rendeljek mindenből, vagy kettőt? Egy, kettőt. Szerintem kettő. Hűtő az még nem kell. Hűtő nem kell. Hűtő nem kell. Mondjuk... automata pénzter, az lehet, hogy nem volna rossz. Jaj! De? Igen, automata... Mert én nem akarok... Én nem szeretnék ezekkel foglalkozni. Jó. Jó, most kelljen. Van 1514 pénzünk. Na, figyelj, lámpákat csapjad fölfele, mert nem, nem fogunk látni, aztán lopják a cuccot el. Az ja, meg... tényleg, fény ne... is kell. Nyakon köverdesni az emberöket. Egyébként Nelly ki van tanulva, úgyhogy ő lesz a security. Azt mondja, hogy tudja, hogy, hogyan kell elkapni a bűnözőket. Van itt a fény. Aha, ja igen. És a, aztán, itt van a fény. Műnyezetre tudod rakni szerintem. Igen, de az nem ezzel van, hanem... De, azzal azt van. Mondta, tabot megnyomod, és akkor ott az X-et, X-el kell váltani. Már nem kell a tablet. X-el. Aha, igen, igen. Jó. Hány fény? Még ilyen le lehet rakni ilyen... ilyen csipogó. Hogy nem mászkáljanak bárhova a vásárlók. Ja, meg lehet olyat is, hogy a lopnak akkor... siporog. Csak meg nem tudom, klímát. Csak mennyi pénz... Jó, klíma nem kell ezeknek. TV-t is. Köl pénz. Van kevés a pénzünk, 1500 van. Jó, beárazzuk, hallod? Ez 30. Hát, ez ilyen direkt, ilyen nagyobb burzsúlyoknak való bót lesz. Michelin csillagot. Na. Jó, szerintem meg vagyunk fényügyileg, nem? Én hordom a dobozokat, mint az őrütt. Na. Hú, van. Hát ez nagyon cool. Van itt egy a pénztárnál. Nagyon cool. Nagyon jó vagy, hallod. Szennyi. Ne is mondd. Jó, akkor kéne. De várjál. Mondjuk legyen alulról ez a mézes. Drága dolgokat fölülre kell rakni. Jó. Mézes cucc. Jó, egy helyre rakjuk. Figyelj, hogy hova van pakolva. Oké? Okay. Máma gazdagságot meg kell csinálni. Kell az új 7-es BMW nekem mindenképpen. Ez a tészta. Jó. De a tészta. Neked mi a kedvenc autóvárkád? Hogy milyet preferálsz? Mercedes. Mercedes? Tényleg? Igen, igen. Na, hát ez az mondjuk korrekt. Igazából ott a nincs ő hiba. Rizs. Na várjál, hol van Rizs? Legyen ide. És a Mercedesek közül melyik? Jó, okay. Két polc Rizs lett, nem baj. Nem baj, nem baj. Mercedes közül melyik? Sok van. Melyik így azt mondod, hogy... A régi típusú. Ne! Turbós Mercedes. Milyen turbós Mercedes? Ne szórakozzál vele, Bori. Igen. Turbós. Automata váltós. Igen. Nagyon izé vagy, nagyon el vagy kényezted. Automata. Pedig a váltásnak van egy izéje, van egy... Várjál, van még? Mert hogy még egy tészta van. Hányféle termékünk van? Ez ki? Mert itt még van egy 30-as tészta. Szia, cica, bíbuság. Mert itt van egy üres doboz. Hát figyelj, én össze van minden szorva, úgyhogy szerintem arra figyeljük, ne dobjuk ki a teli dobozt, jó?
Tényleg máma meg kell mutatni itt a izéknek, kőköknek, hogy valamit megdolgozunk a lájkért, vagy valami legyen, de... Legalább a lájkért, igen. Ha már a kommentekért nem nagyon megy. Én mindent megteszek. Úgyhogy... Hát én is próbálkozom, de hát ha egyszer nem kommentelek. Te is mindent megteszel? Te, hát ezt a macskát mindig nézegetik ilyen jó csajok, figyelj komolyan. Hallod? Ide jönnek a... Ebből lehet valami üzletet csinálni. Igen. Hogy értve? Hát nem tudom. Pénzt kérni, hát, hogy nézegessék a macskáinkat. Ebben még macska simogatás. Ebben még van... Simogat, macska simogató kávézó. Tényleg, az lesz a neve. Úgy, igen. Te szereted a macskákat? Hát, nekem volt pici koromban macskám. Ez nem válasz. De a nagymamám... Én igen, szeretem őket, de nem... Annyira nem, hogy eltűrjem tőlük, hogy fölmásznak mindenhova, azt azért annyira nem. Figyelje, kinyithatunk, vagy mi legyen? Ja. Nyissunk ki. Nem tudom. Nyissunk ki, de akkor lehet nem kéne sok itt a kezünkbe venni, mert túl fenyegetőek vagyunk. Figyelj, kinyitod. Nincs átározva! Na jó, akkor... ezt most default áron fogjuk árulni. Kinyitottad? Mert most nyomtam meg pont. De szerintem lehet állítani, nem? Menet közben? Hát nem hinném. Na, várj, hát próbáljuk meg. Ó, jaj. Már nem lehet. De lehet, lehet, lehet. De figyelj, jó, egyébként sem. Szerintem nagyon ne árazzuk föl, mert rájöttem, hogy lehet, hogy akkor be fogunk cumizni. Hát akkor másfél, mondjuk a másfelet az kettőre. Az 1.45-öt mondjuk kettő és félre, a 2.50-et meg 3.5-re. Hát, hogy duplázzuk az árat, de ne legyen ilyen ötszörös ár, nem? Olyan hát talán ötszöröset nem is tudsz nagyon. Tudsz akár vegyét, adhatjuk érted, nagyon drágán. Jó. Jó, kicsit gyorsabban haladjuk. Figyelj, úgy csinált, hogy numerikus billentyűzetes enter, aztán az adja neki akkor. Úgyhogy egy ilyen dupla ár szerintem az adja. 2.5-öt, azt mondjuk mennyire 3? 4-re szerintem a 2.5-öt. 4-re? Jó. I 33, 333, jaj! Várjál, enterrel? Aha, a numerikus enter. Numerikus enter, áh! Oké. Okay. Meg is vagyunk, akkor, készen is vagyunk. Akkor ami fölöttem van, az megtörtént? Megtörtént az esemény. Figyelj, az 1.50, várjál! Ne, az 1.50-et azt már átállítottam, he! Figyelj, nem baj, hogyha nem kerek, mert ugye most automata bent ár van, de miért nem jön senki? Igen, ez amit... Ez így problém. Nem küldöd valami, mondom, hogy megnyomni? Ez hát, megnyitottuk a boltot, nem? Hát, nyomtam egy opent. Opent? Aha. Te! Mert, igen. Valamire rájöttem. Én tudom, miért nem jönnek. Figyeld meg az autóbot a pénztár miatt. Ez valahogy nem stimmel. Szerintem nem jó helyre van ragva. Rosszul raktam? Igen. Várjál, megpróbálom. Nem tudom, hogy kell ezt így forgatni, vagy valami. Move. Aha. Na. Hát azt éretettem. Nem, megpróbálom ide, belakom ide középre, azt jó világ. Jó. Meg lehet, hogy nem működik. Működik ez az autó, mondta pénztár vajon? Nem kell ezt programozni? Ez... Nem jön be senki, he. Nem tudom amúgy, hogy működik-e vajon, ki tudja. De főleg az a lényeg az automatán, nem kell kinyitni, vagy megnyitni? Nem tudom, hogy nem kell vele pénzt tenni, vagy valami csoda, nincs semmi funkció. Akkor... Lehet azt kell csinálni, hogy muszáj lesz rakni egy normálist. Hagyományos pénztárt is. Na dobjál, ledobsz egyet? Igen. Na várjál, melyiket? Mert kettőféle van. Left, right. Melyiket? Amilyet szeretnél? Hát, őszintén nem tudom. Nyomjad neki, more. Jó, nagyon ez jó. Lett. Ez tökéletes. Jó. Most már biztos bejönnek, nem? De akkor ezt ki kell kapcsolni, és akkor azt használják, nem? Várjál, álljuk meg, hogy jöjjön be valaki először. Láttam rá opciót, hogy ki lehet valahogy kapcsolni. Itt van, itt van. Close checkout lane. Itt van a tábla, de várjuk meg, mert nem jönnek be, miért nem jönnek be? Itt jön egy nő! Ez volt a baj, figyeled? Na most kapcsolt ki. Jó, rosszak vagyunk. Figyelj, lehet nem is vásárolni. Jó, most jönnek, aha. Figyeld! De önkiszolgálja magát, ne, az a jó. Ó, rakja bele, figyeld! Söprűt hozom, ütöm őket, ha baj lesz. Ha? Jó. Ott viszi pénzt ki! Azt! Söprűzzed meg! Nem az anyár, úr istene! Add vissza, visszaadta a pénzt ilyenkor, vagy meddig hát körülték? Hát ezt nem tudom. Bukfenciket nyomja. Ez egy nagyon jó kérdés.
Elvileg kidobja, Azért adok nem? neki, az a biztos, hallod? Figyelj, még ő kiabál, hogy polisz, hallod? Hát hol él ez vákumban? Hát nem hallottam a hangját, de akkor valószínűleg nekem még mindig van valami beállítási nehézségem. Ez meg ki van gyúrva előtt. Hangügyileg. Nem, nem, Sősz. Csak izé. No, ja, check pasta, nincsen értem. Pe... Mi? Mit írnak? Kezdi bajszakkörsz, meg ilyenek. Ott te, ezek lopják a lóvét, mint az állat. Figyeld mennyi! Szerintem. Hey! Hordják el a pénzt! Az baj. Hát mit, mi folyik itt gyöngyösen? Figyeld is! Itt van a cucc, itt van a földön. Hogy lehet felszedni? Nézd, figyeld! Ja, mindenhol. De hallod, ezek majd nagyon tolvaj banda a van itt. Ha egérre tudod, rákattintasz, hogy össze tudod szedni. Mi az, miért rohanták meg a tolvajok az üzletünket? Hát, az egy nagyon jó kérdés. Jön a pénz befele amúgy, egyébként. Hova kerül a dolog, vissza tudom rakni. Szerintem visszakerül automat, nem? Igen, lehet, nem tudom. Na, nagyon kell valamit figyelni, írja, hogy mi az, hogy nincsen show, vagy mi túl, túl drága, azt ugye túl drága. Túl drága? Túl expensive. Hát ez pedig nem... Azért meg fogja venni, szerintem. Nem tudom, vesznek, figyelj, ott a paszta, izé, az is túl drága, írogatják. Hát. Inkább elopják, bazze. Cső. Ugye, óvatosan, na. Azokat ne bántsuk, akik izé. Nem, Isten üzzen, nem. Ide kell egy bisztiőr, vagy valami. Amúgy igen, mibe kell egy bisztiőr? Még nincs, unlockolni kell azt a feature-t. Á, tényleg. Azt mondják egyébként a show részben a... Drága. Nocse... Mi az, hogy nocse... Oh! Az a nyelv, úristen! Szedd össze okvetlen, amit üzeje kiszórnak. Hát bazd, mi folyik így gyöngyösen. Te hallod, ezek nagyon lopnak, figyelj, ott az is. Hú, az egy árukelő volt, more. Jaj, bocs. Bocsi, elnézést. Aha, igen, túl drága. Túl drága. Hmm. Akkor a izé, melyik a drága? Rá, minden drága, mi? A rizs. Figyelj, azt is lopja. Figyelj, lopnak, menj a nőre rá. Az édesanyjátok valaga az. A tésztát akart el. Akkor lehet, hogy azért dobni. Ha túl drága, akkor ellopják. Szomorú vagyok. Aha. Jó, hát egy kicsit lejjebb visszük majd az árat, akkor holnap. Jó. Mert ez így ki kell őket csapkodni. Akkor, figyelj, figyelek, ha, vagy lejjebb viszed? Vagy lejjebb vigyem? Csináljad. Jó van, figyelj rájuk, mert nagyon izék. Igazából kiderül már itt, mert itt lopja, itt már ellopja. Vigyázzál, tudod, a polcnál látod már. Oké. Akkor az a paszta volt nagyon drága nekik, meg a show. A tészta, a show, aha. Na várjál, mindjárt megnézem. Hát a show-t azt ilyen dupla áron adjuk minden. De jó, mert automata pénztár van, akkor nem kell nekünk izé. Oké, hiszedtem bele a cuccot. Hát. Ugye ez, mert ezek itt lopnak, lehet, hogy lopnak. Igen, látom. Már nagyon drágára adjuk, nagyon-nagyon drágár. Igen. Jó, most lejjebb vitte, majd figyeljük, üssen őket. Hozzám. Jó, kivettem belőle a dolgot. Ide rakom mellé az árazót, nem viszem innen. Azt akkor minek vigyük be? Elopják az árazót is, mi? Na figyelj, most már nem mondják. Csak nem. Ne, a rizs, de a azt mondja rizs. De még mindig túl drága. Oh. Vigyázz, mert a kis izé... Néger cica az lehet, hogy nem lopott, jó van. Nem, az most nem tisztességes. Azt mi a faszi? Igen. Ugye még van nála. Júj. Kezdi hit me harder, baby. Hallod? Ez élvezi. Nem láttad? Mondta, hogy üssél keményebben. Baby. Oh, jó. Kis mazovista, nem? Ja, tetszett neki. Érdekesen el kell kimenni. Na, valaki megveszi dupla áról is egyébként. Egyébként nem rossz drágán adni, csak akkor figyelni kell a izéjére. Csajos. Jó. Figyelj, van nála még. Viszi. Igen. Csapjad oda, adjál neki. Úgy van, bá, kezdi. Nagyon jók. Azért. Jó, menni fog ez. Ja, figyelj, akkor igazából annyi a hátulütője, hogyha drágán adott, semmi gond. Csak akkor ugye csak nagyon... Csak kell a biztonsági lop, őr. Igen, akkor lopnak. Hát. Csóróság van mi? Figyelj, fölveszem, én lejjebb vittem, most figyeljük, hogy nem mondják, hogy túl drága.
Hát nem, annyit nem adhatod, amennyi egy zéje, Nem, amennyit hát egy megvetted, mert picit... akkor sose gazdag szól meg. Hopp! Az egy Mi az kicsit. olyan, no, no, csak kauca? Ja, nem elérhető, Na, ha... no. Nem, azt tudod Azért. mi? Nincs Hát, kassa. szégyed magad. Szerintem nincs kassa. Az is vigye faszi is. Faszi. Ha látom. Hey, te. De szerintem az az, hogy nincs izé, nincs kassa. És kiviszik. Nincs üres... Figyelj, ha nincs üres automata kassa, akkor kiviszi a francba. Ez a baj. Sí. Mert akkor írják ki szerintem, hogyha épp hmm. valaki foglal. Aha. Ó. Oh. Az úgy figyeld mondjuk meg, elég hogyha gyakorol. Figyelj, hogy csávó rááll a kasszához, ez meg ezek fogja lopni. Figyeld, figyeld, figyeld. Ha, figyeld. Ki fogja jönni, hogy no check out. Na. Látod? Oda, mind a kettő. Aha. Aha. Szégyeljétek magatokat. Szegény így pénztárba, azt meg elopják. Ezek komolyan nyomják a popot. Figyelj, lehet, aztán. Hogy akkor kinyitok. Mennyi idő van? Kinyitok. Ó, jó. Kinyitok aztán, akkor maradék, hogy a... Mert az a baj, hogy a... Igen, nem tudnak fizetni, azért akkor is ellopják. Nem tudnak fizetni akkor is, meg ha nagyon drága, akkor is szerintem. Jó, jöhetnek ide is a Amber Woman. Szerintem mondjuk az automatához megy először. De ugye ott, amit, ott megy mögötte, elvitte a pénzét. Árut. Kivel kivitt, az utcán ment. Jobb, arra. Na mindegy. Jó. Aha. Már nem látom. Ehorta. Ó, nem jó ért. Nem vettem észre. Ja, jön ide a néni, na. Mi a stájsz? Jó van. Oké, okay. Mennyi? Mivel fizetsz? Pénze? Mennyit kell visszaadnom? Mennyit kell visszaadnom? 37-20. Na, mivel fizettél te, bazzán? Jó, én figyelek. Na, hát így. Jó. Úgy nehezen menne ki, ott akarnak kimenni, ahol a legkisebb a hely. Én még ketten pipáltam. Mennyi ez? 3 Na, dollár? Szép köztek. Egyébként lehet szépen izével is. Ő billentyűzette, úgyhogy nem olyan rossz az. Jó. 39-80. Én mit csinálok, hazsalok. Azért ez így... Érdekes. Ha. Most már lát, tudjuk, hogy mit miért csinálnak. De menjenek az automata pénztár, ide jönnek hozzá ezek a szerencsétlenek. Ó. De ha lenne 10 automata pénztár, akkor is lopnának szerintem. Igen, de a... Az a checkoutos dolog az... Az az szerintem, hogy nem nincs neki szabad helye. Mi van itt még? Na. Na, most egész jól viselkednek. Ha, azért vitték ki. Szuper, jó. Tolvaj banda van. Nem tudom, hova került a dolog, amit vissza lett volna téve a polcra. Hát lehet, nem tudom. Szerintem visszarakja. Igen? Mondjuk az nem volna rossz. Jó van. Annyira nem válunk szerintem rosszul. Ha, hát én is azt remélem. Pár dolgot eloptak, az igaz. Hát, igen, nem voltunk elég gyorsak. Amúgy tényleg innen tudom őket a legjobban figyelni, mert ugye, hogy kb. Csak innen lehet árut vinni. Igen. Hát de később... le lehet zárni azt az ajtót ilyen akármivel, hogy itt ne tudjon elszaladni az utca, ja, csak egy helyen tudjon kimenni. Hát meg tudsz olyat, hogy ilyen csipok, tudod? Jó, igen, lopás jelző. Igen. Ha? Igen. Mondjuk aztán nem is drága. Meg kell nézni legközelebb. Uh-huh. De mondjuk aztán lehet, hogy az csak annyi, hogy jelez, aztán ugyanúgy el kell verned. Sőt, biztos. Ó, szerintem is. Igen. Hát a biztos, hogy munkája kifejezetten nincs, már nem az érdes tényleg. Ne aggódj, hol a pizzaidi fogsz. Kosszás leszel. Jaj. De ne, hogy majd én fogok itt tüzéri, csak bubrincsolni. Igen, te. Bubrincsolni. Hány nap után tudtunk az előzőben
új árut beszerezni? Az attól függ szerintem, hogy milyen szintűen vagyunk ott. Írja a levelet, meg hogy mennyi, megnézzük, hogy mennyi perk pontot kapunk, vagy skill pontot, vagy valami. Szerintem mindjárt bezár a bolt, nem? Úgy van, mikor hogy 10 óra után. Ha? Már elmúlt 10 óra. Ja, viszont az automata pénztár az egy nagy segítség. Abszolút, igen. Sajnos nem ússzuk meg a manuális módot. Nem nagyon. Ja, nem. Azt nézem, hogy hogyha nincs nem hagytunk az automata pénztárban, nem állnak sorba. Hogyha nincs üres, akkor izének, akkor ellopják a cuccot. Uh-huh. Nincsen honey, elfogyott a honey, uh-huh. Megvették az összeset. Majd föl kell izének tankolnunk. Uh-huh. Igen, gyakorlatilag egy csomó mindent megvettek. Uh-huh. Egy csomó mindent elloptak. Ja, az is. Igen. Hát, son meg. Jó, igazából rizsből még van, de az szerintem... Hát a fél polc az elkelt. Egy dobozit megvette. Jó megy ez, nagy biznisz van. Szerintem így bezárunk. Egyébként meg is tud zárni ilyenkor, senki. Ha nem jön már. Szerintem 10 után nem jön, és megnyomhatod ilyenkor a pirosot, ha akarod. Nagyon jó. Jó, bezártunk. Első nap. Na nézzük, nézzük a kimutatások. Hány darab? Mindössze 4500. Hány lopás volt? Ezt nem írja? Mínusz 4000 volt. Nem látom. Jön. 4100. Uh-huh. Hát az a vásárlásból az szerintem. Van ilyen elektrik, van ilyen áramszámla is, most nézem. Mi az az employees vage? Ja, nem, az izé, az alkalmazott. Az, hogyha lenne alkalmazott igen. Fizetés, akkor azt is levonna. A bérleti díj, ugye? Áram. Ott van, ott van, 11,6-ot loptak el. Money. Az nem olyan rossz Lose because robbers. Hát azért az adjuk picsaj. És ugye 4 alkalommal loptak. Aha. Túl, aha. Legalábbis sikeresen. Igen. Jó, oké. Okay. Meg kell nézni, hogy új perket nem tudunk kiosztani gyorsan. Jó. Mindjárt megnézem, hogy nem tudunk állokolni. És szerintem tudtunk. Én lezárnám az ajtókat, hogy ne lehessen mindenhol is kimenni. Szóval. Oké, figyelj, tudtam állokolni a következő pörköt, és az azt jelenti, hogy most megnézem, milyen produktok vannak. Uh-huh. Joghurt, gyakorlatilag a hűtő kell a hűtőbe. Igazából kell majd egy csomó minden. Uh-huh. Mert figyelj, veszek egy hűtőt. Először is. Uh-huh. Hüttőt. Na. Ha? Ezzel blokkolhatjuk a kijárás, hogy ne lehessen bárhol kimenni, szerintem. Csak nézzük, mennyibe kerül. A 75 az még nem vészes. A baj, nem valami sok. Ide, nem biztos, hogy ez működhet. De meg hallod? Kell próbálni, hogy ne lehessen minden ajtón kimenni. Nem mondom, neked nem kell hüttőt vennünk, mert 1400-ba kerül. De. Hát ez akkor nem lesz jó. Rácsesztünk. Megint rácsesztük. Nem tudunk hűtőt venni, nem tudunk árut venni. Ó. 660. De hát... Aha. Hát akkor azt, igen, akkor ki fogja írni, hogy hát nincs ez, meg nincs az. Ó. Hát de ja, innen összeszedni magunkat. Szerintem az automata pénztár az nem volt jó ötlet. Nem? Az 2500-ba került retteltesen drága. Uh-huh. Ejj, more. Ejj. Ezt megint megoldottuk. Hát, na hát. Na figyelj, kell basic produktokat akkor. És hűtőt nem tudom venni. Jó, rendben, én meg beszállítom a dolgokat. És van 418 pénzünk, hallod? Jaj. Csóróságom. Nagyon csóróság lesz itt. Az autó volt a pénztár, az nagyon elvitte a zsetont. Igen, viszont talán könnyebb lesz a meló. Mégis, nem? Hát, ja. Csak nem fogunk tudni fejleszteni, az nagyon... Az szerintem az egy ilyen endgame content szinten mozog. Jobbá. Ajaj. Hát, ez egy elég szomorú. Ja. Ez nem is lesz olyan könnyű ezek szerint. Írta egy néző egyébként, hogy... Vagy háromszor újra kezdte, mert becsődölt, úgyhogy. Az ugye elég baj. A sót szerintem egy ideig ne vegyünk.
Sót ne, de viszont Rengeteg ezt a só honey, van. Az nagyon sok van. ez a honey, ez nagyon gyorsan Igen. elfogyott, ebből lehet, hogy rendelek még egyet. Jó. Igen, azt szerették. Azt szerették, az vitték minden cukrot. Ó, igen, biztos, mert édes. Igen. Jó. Oké. Hozom. Nézem, hogy esetleg miből van kevés. Jó, rizsből van, vízből van, mindenből van. A só az nem annyira fogyott. Jó. Nem, abból nem kell rendelni. Oké, ez üres. Oké, akkor most én leszek a biztos, hogy a heho. Jaj. De elvileg nem fognak lopni. Kiszakad belem az érzelem. Mert szerintem most jó minden. Mert az nyitás. Igen. Nem, de nyisd ki. Na. Azért, mert ugye csak akkor lopnak, hogyha nincs üres pénztár, de most ugye lesz. Meg, meg nem drágák a cuccok se. Igen. Jó. Ez a seprűvel. És még bekerül egy biztőr, majd azt nézted, hogy így előre láthatólag mibe fog kerülni? Hát nem tudom, mert ugye még azt akkor unlockoljuk, hogyha elérjük a következő szintet. És utána kapunk egy perket, és utána tudjuk unlockolni. De verem őket előre, így amikor bejönnek, akkor így tudják a jobban tudják a rendszert. Tudják, hogy hol a helyük. Persze. Azaz. Meg kell neki tanítani. Na most, hogy én hozzám jön el, vagy az automata pénztárhoz. Jó. Ha nincsen sajt, jaj, nincsen de! Tudod, el lett csözve. Nem van csözve. Ez a baj. Ez a baj. Az automata pénztár helyett. Ezt kellett volna ugye, és kitermeli az árát. Hát akkor, amúgy vedd fel akkor. Te lehet adni? El lehet adni, nem? Hát nem tudom, hogy annyira, automata de nem, csak egyébként akkor lehet adni, hogyha zárva vagyunk. Ugye nem jól csináltuk, már meg így hallod. Csak. 4. Ez hogy? 4,0? Enter? Aha. Oké. Okay. Ja. Vanília joghurt, meg ilyenek. Milyen jöttök be ilyenekért, köcsögök? Amúgy fölvehetnéd a pénztárt szerintem. Föl lehet venni ilyenkor is? Szerintem, ha nincs nála senki. Nem vagyok be biztos egyébként. Ja, hó. Néha, nem biztos, hogy ez jó. Hát de hiába, most tök mindegy, már úgyse rendelünk dolgokat ma. Bazza, ez nehéz, te. Jön, úgy igen. Kellett volna még egy, fizetett, akkor. Még egy embert mozgósítani. Viola Bence mondta, hogy jönne, de csak izaikor ér rá a hétvégén, ugye. Mert jár csak egy. Valami nem jó. Ez meg itt kémkedik. Mi ez? Itt, mit állsz itt, öreg? Pofog girl. Szened. Csicska lágos. Ja, értem már. Jó, jó, jó. Persze. 20. Te valamit csináltál, mert ezek meg akarnak az ajtóba, more. Figyelj, nem mennek, hanem ott állnak, mint a faszent. Nézd oda. Kettő csávó is ott megvan izajéve. Meg vannak tümmedve. Nagyon jó. Én nem tudom, mi van velük. Tényleg. Ezek itt... Ki van két biszti őrünk, akik igazából ilyen saját maguk. Te nem lopsz? Bigelcsige. Jó. Jézus, milyen póló volt ezen. Hol játszódik ez? 90-es években? Elállják az utat, ez a kettő faszi. Menjél onnan el. Nem megy el. Jaj. Takari van. Jézek ez ti. Oh. De bazz, megy az útból el! Aha. Szétverem a fejüket. Mi a bajok ezek? Az a bajok, hogy nem tudnak kimenni bárhol. Be vannak izébe. Itt nem akarnak kimenni, beálltak itt az izébe. Na szépen vagyok. Sorba. Te meg mit csinálsz ott? Hova vész? Figyelj, átfúrta magát itt melletted. Ha? Úgy, igen, vannak bajok. Nem az igazi. Bezártunk, akkor igen, az automatát fel kell szedni. Meg ezt szerintem nem ide kéne rakni, hanem ezt én ide raknám, ezt a... Majd mindjárt azt átrakjuk, ezt a jó. Nagy batár valamit. Kicsit odébb, aha, igen. Nézd meg, átfúrják ott magukat, figyeld! Az öreg asszon. Amúgy az érdekes, hogy az emberek igazából is ezt csinálják, hogy a legszűkebb helyeken mászkálnak.
Jöjjön. De mindig, kivétel nélkül. De tényleg. Segíthetek, hölgyem? Nem állopol. Üveg 50 forint plusz. Takari, taka van. Meg kicsit meglendítette. És megint ott furakodik. Jaj, látom. Ott furgják át magukat. Ezek meg ott felejtették magukat. Utca, meg rendet teszek egy kicsit. Húzzá befelé a boltba. Hát, sajnálom. Majd lesz legközelebb. Ez már izébe van, sapkába. Fázó? Uh-huh. Hoppá. Nem, mert elmegy. Várja. Nem, bírják ezek egyébként. Ezt mondta, hogy izé, hogy hit me more baby, vagy valami harder. Jó, és erősebb. Hát azok ott nagyon jól érzik magukat az ajtóban. Azok igen. Taka van. Ezek bebagoltak ide. Cigarettáznak. Azaz. Vegyük már fel őket, hogy dolgozzanak is. Ja. Ne csak ott átsorogjanak. De szerintem ütöm őket, ezeknek nem zavarja őket. Úgyhogy ez egy ilyen jó feature, hogy járok kell őket, mindenhol lehet. Még a szembe, izé, bolt előtt is everem őket. Jó, megy ez. 4,70. Jó. Jó, lopni nem lopnak, mert igazából nincs mit. Úgyhogy ez már egy jó dolog. Tényleg. Nincs olyan, aha. Joghurt, sajt. Ezt a söprűt szeretnéd megverni. Ott van. Ó, ez nem jó. Jó, ez így. El tudom venni tőle, de úgy. Na, nézd meg. Ladó seprű. Számolt be neki. Csávónak. Asszony belül. Mondja, egy, kettő. Jót adtam vissza, gondolom. Aha. Majd meglátjuk. Kimutatásban biztos benne van, nem az is. Aha. Nem tudom. Biztos. Ezek megtümmednek itt ezektől a kordonoktól. Ma három van itt, akik meg vannak akadva. Igen, mert arra gondoltam, hogy ha így lopnak, akkor bármelyik ajtón ki tudnak menni, de lehet, hogy rosszul gondoltam. Lehet, hogy átugorják, vagy valami. Nem tudom. Ő, de sokan jöttek be egyszerre. Igen. Gyere, gyere! Gyere, gyere! Só. Csak egy sót vettél, ne viccél már. Csak egy só. Ó. Megnézem, mik vannak. Mi ja, van ez a checkout. Mi van még? Mit lehet venni? Ja, storage. Aha. Jó. Kicsit lassanak érzem magam. Hangátja, az jó. Ja, hát ez nem annyira jött össze, megír. Nem baj, hát majd legközelebb még jobb lesz, de hogyha felvesszük az automatát, akkor meg... Mit csinál? Nézd meg. Ne? Hallod? Amúgy pont nem látok a kezedtől, hogyha valamit hoznak. Ja. Köszönöm. Igen. Ha. Most már veszik nagyon a sót. Tudod, nézni a tévét fölötted, ha akarod. Megy a izé, természetfilm. Látod? Természetfilm. Itt a. Tettél fel egy tévét? Aha. Hát ezért nincs pénzünk. 200 izénk, fityingünk van. Csóróságban. Eladjuk a izé, az autót, a pénztát. Meg szerintem ilyen szervkereskedelemmel kéne foglalkozni. Alig ütöm őket, ezt a kettőt, akik... Igen. Ezeket eladjuk borért. Jaj, a bejövő vendég is. Abuzálsz engem. Igen. Ó, azt írtam. Hit me harder. És erősebben. Ja. Hát, az igen. Jeez. Come on. Igen. Érdekes. De mi ilyen? Ó, beragadt az is. Ne. Már hárman vannak az ajtóban. Meg itt is van egy, négy van, mert a másikban is megkortlott egy egyébként. Ez csodálatos. Na jó. Hogy vagyunk? Ó, more. Egy és tíz. Jó.
Vannak bajok. Meg itt fúrják át magukat. Én át se férek, nem tudom, hogy sikerül nekik. Hát, igen. Jó, hát itt nagy látom, hogy Érdekes. lesznek problémák. Vannak bajok, igen. De amúgy felszedted onnan azokat az izéket az akadékból? Ide sorba raktam, hát, hogyha valami történik velük. Te nem lehetne, hogy bezárom őket valahova, és akkor itt maradnak örökre? Tényleg van ott ilyen börtönszerű. Tény, bazd, de nem kerülnek be a börtönbe ezek rossz fiúk? Nem az, hogy beled... Tényleg, minek ez a börtön? Nem tudom. Fogalmam nincs. Ja, lehet, hogyha lenne biztira, körülbezárná őket. Az komoly? Lehet. Összeeső bűnöző. Aha. Hát, nem tudom. Ezek különben alig férnek be az emberek. Akar, van. Há, nem lehet ez. Nem lehet valami komolyabb és erősebben bőjben. Fegyvert venni. Amúgy látom, hova raktad őket, jaj. Mit tudom én, ilyen... Nem tudom, szerintem... Stun button-t, vagy valami. Stun button, azaz, hogy elmenjenek az ajtóból. Mit összekillodnak komolyan, hirdetlen. Na gyere, gyere. Mi kéne? Na, 18 óra 24. Egyébként te olyan jól csinálod ezt a pénztárt, holnap is tudod, ha akarod. De ha felszeded onnan azt, akkor nem fogom ilyen jól csinálni, szerintem. Na, figyelj, nagyon jól csinálod, úgyhogy megnyerted holnapra is, ha akarod. Jaj, de jó, de nem, jó nekem. Csinálom már én. Üldözöm én a népet. De azok ott jól beszorultak amúgy. Jó, már négyen van, meg másik ajtóban vége egy öten. Tényleg. Te. Csodás. De csak hát, ez a fajta, kettő fajta emberke szorul be. Uh-huh. Ezek nem tudom. Lehet, hogy téged várnak, tetszel nekik. Engem. Na, engem aztán várhatnak. De nem állok innen. Ez itt tök jó helyen vagyok. Nem mintha élvezném ezt a dolgot, de... Szörnyű. Na, gyere. Mit kérsz? És itt átfúrja magát az öreg tata, az anyád. Uh-huh. Ez egész 50. Jó. Hallod, olyan sötét van, hogy amúgy lehet, hogy kéne oda is egy lámpa. Hova? Oda az automata pénztár. Tudod, mit kéne? Kettő pénztár kell. Még egy pénztár kell, te is tudjad csinálni. Na, 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 na. Tényleg egy, de egyébként ez nem hülyeség. 261 pénz. Loptak, vagy mi van? 200 volt. Nem, hogy... 200 volt. Érdekes. Megjött a makam is. A 200. Ott ó, megy. Nagyon jó. Csodálatos. Mindenki itt furakodik, hát én még itt nem pipáltam. Hihetetlen. Ja, lehet, hogy két pénztár kéne, hallod? Igen. De akkor kifigyel, várj, ez nem lesz jó. Nem kell figyelni a tolvajokat. Nem kell figyelni, mert most már jó, most már faszom minden. Majd megpróbálom eladni ezt az autómat a pénzt, tehát most ilyen nyugi van. Most nem tudod eladni? Tervezem. Jó. Meg mennyiért tudod eladni? Nem nagyon engedi, vagy nem tudom, én vagyok a bérne. Odébb raktad? Szerintem odébb raktad. Oké. Okay. Hát akkor... Ó. Oh. Hoppa. Szegény teljesen összezavartam. De azért innen, mint a Jedi bazza rakja, figyeld. Tudja. Ki kell rakni? Oh. Kirakom az utcára mindjárt. Ó, oh, az komoly. Szerintem nem hogy tudod kell eladni egyébként? Nem jövök rá. Szerintem azzal a olvasóval. Nem hiszem, de nem tudom. Nem? Próbáld meg. Nem jövök rá. Itt furakodik át, hihetetlen amúgy, de tényleg. Kikapcsolni meg nem tudod, mert nincs rajta, mert hogy automata. Majd izében megpróbáljuk. De remélem, hogy el lehet adni egyáltalán dolgokat. Biztos. Mert itt a menüben mivel egyébként... múltkor eladtad a polcot, emlékszel? Vagy valami szekrényt, emlékszel? Eladtad. Ha nem lehet eladni, csak hogyha be van zárva a bolt, azt írja, megtaláltam egyébként. Remélem, hogy ugyanannyi visszakapunk érte, de egy 500-as mély bele kell adni. Jaj, amúgy, óha. Oh,
Ez egy valami nagyváros közepén van ez a bolt egyébként. Meg jó, hogy bérleti díjat nem kell fizetni, vagy nem tudom. De biztos, tuti. Jaj, ne. 100%. Mondjuk hűtőt nem fogunk tudni nagyon venni. Hát szerintem a villanyszámlát nem fogjuk tudni kifizetni. Jó. És azt ígértük, hogy prók leszünk. Hát ez nem jó, jaj. Jaj. Aztán már leszünk mi kalapával. Jaj. Mondjuk, ha nem próbált ki, nem derül ki, hogy amúgy nem működik. Uh-huh. De van szép tévénk. Igen, kutyuskákkal, halacskákkal. Igen. És itt vergődnek át, hogy döbbenetes egyébként. Azok meg már négyen vannak ott, ja, figyelj, akik elcsorognak. Figyelj, kikapcsolok. Tök szinkronban vannak. Oké. Okay. Azt mondja, hogy minusz 709 balanszunk. Uh-huh. Mi az az other cost? Mi a franc volt 700? Electric cost. Ja, bérleti díj, ott van a rend. Aha. Uh-huh. Júj. Hát nem túl jó, amúgy. Nem, de mennyi? Plusz 131 franchise experience. Nagyon király. Jól olvastam? Lehet, hogy nem jól olvastam. Na figyelj, jó, ezt az automata megpróbáljuk, hogy eladtam. 2250 jött vissza bele, jaj de jó. Figyelj, ezt meg én ezt odébb vonszolom, ha nem baj. Oké. Okay. Mert ez szerintem bőszve nem jó helyen van. Várjál, pont oda megpróbálom, ide be, és akkor itt egyből ki tudnak menni. Figyelj, ide nézd, milyen jó. Igen, de ide nem tudsz beállni. Ja, tényleg, ez egy kicsit közel van. Várjál, nem. Ha most, de ilyen macera, most be tudsz. Be tudok állni, de hát ez így nagyon rossz. Miért? Hát pont kivennek. Hát ez nagyon szorulós. Szorulós? De hogy szorulós? Beállunk. Szorulós. Na. Figyelj, én meg akkor veszünk. De akkor magadnak is. Várj, ide hiába kerül egy biztér, nézzük már meg. De még nem tudunk menni, mert ugye itt állokol, következőbe tudjuk. Most állokoltam, és akkor ott lesz a biztér. Employee 1. Megy employee? Tudom, hogy egyik. Employee. Employee. Employees. 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 Hát igen, alkalmazottak. De azt hiszem a többes szám. Aha. Employee, oké. Okay. Na, akkor szerintem egyébként nem megyünk két kasszát, mert az megint akkor megint elcsesszük a pénzt, hanem... De akkor viszont hűtőszekrényt kéne is rendelni. Hűtőszekrényt? Figyelj, én árul veszel hűtőt, vagy pedig én árut vegyek. Csináljon. Mit? Vegyél hűtőt, én megveszek árut. Jó, akkor én böszök izét, majdnem azt mondtam, hogy kurva nagy hűtőt, de nem... Várjál, az italokat, azt hűtőbe kell rakni? Ja, az meg most már italok is vannak. Azt igen, nem tudom. Mert... Az mi? Várjál, mi? Kéne egyet. Veszek egy, mondjuk a legolcsóbb, mi az a legolcsóbb, mondjuk szóda battle-t. Szerintem szóda egyébként battle-t? Nem. Igen? Ja, de nem, ott írja egyébként, hogy mibe kell rakni, mert ugye ott van az ikon, hogy egy ilyen hőmérő ikon, nézd meg. Ugyanúgy, mint tényleg, akkor ez hűtős. Úgyhogy akkor kettő hűtőt veszünk, és akkor rendelj mindenből egyet, aztán akkor nem rérak annyira talán. Meg én átrendezem itt a dolgokat borzalmas, ahogy itt. Tehát nincs a falhoz ragva, el lehet férni mögötte. Kóla... Szóda... Jó. Jó, és akkor hűtős dolgok. Egy picit átrendezek, ha nem baj. Nem, nekem nem baj. Egyébként lehet árul együtt is, tök jó. Aha, ő Jézus, mennyi doboz. Viszem be. Basic refrigerator. Ebbe miért nem lehet? Vron konténer. Ne, be nem lehet belerakni. Mit? Mit? Hát a hűtőst. Miért? Ebben nem lehet. Hát miért nem? Nem tudom, megnézem a kólát. Szívat. Üha. Nem lehet beletenni. Aha, de miért? De azért, mert a tejárba azzal a pócra kell rakni, te moré, nem? Nem, én ezt néztem. Ezt, ebbe se. De a tejet, azt a pócra kell. Na, ezeket nem muszáj hűtőbe. Ja, oké. Okay. Pócra. Jó, akkor még kell polc. Ja, meg a kólát is, bazza, de nem a izébe kell. Bazza? Tényleg? De, Akkor a joghurtot. Ja, jó, azt engedi. Ja, jó Isten. Várjál, előleg van egy ilyen jobb sarokban egy ilyen ikon, nincs neki? A dobozon. De, van. Hogy milyen tárolóegységbe lehet rakni. Igen. Na akkor veszek még egy paucot. Jó? Jó, rendben.
Figyelj, ilyen raktáláról ezt kéne dobozokba kiszórni, azt Isten áldjatok. Azaz, igen. Csá, nem kell itt elég Kimet cheese. Ebben jó sok. Ezekből a lapos sajtokból elég sok fér, úgyhogy ez igazából teljesen meg lehet pakolni. Tök jó. Jó, jó. Nézzük. Soda pack. Jaj, az árakat tudod, majd meg kell csinálni. Igen, igen. És sötétlen. Jó. Nézzük, lámpákat akarom átrendezni, csak olyan túl sok lámpát sem akarok. Nehogy az legyen, hogy mindenből csak egyet vettél? Mit? Minden termékből csak egy... Olyan, hogy én azt vettem. Vettem. Ja, akkor volt a kérdő. Igen. Látszik, hogy fáradt vagyok. Oké, okay, szar, igen, én vettem. Jó. Igen, egyet vettem. Na, na, nem baj, figyelj, mert... Akkor átárazok éppen meg. Szódavát, oké, okay. Szódavát. Hmm. Figyelj, nagyjából próbálom. Hát, csak az a baj, mindig nem lehet izére állítani maxos árra. Mert ilyen, vagy kerek árra szerintem azért. De azért nagyjából próbálom. Soda pack. Dick, mi van neki itt? Jó, ezek üres dobozok? Dobáljam el őket? Hát ami már üres, az már... De nem minden üres, sajnos. De nem, ez nem. Az, ja, akkor azt rakom föl én is. Jó, jó. Már ha elfér, ugye. Ez pedig cola pack. Milk doboz, megy a levesbe. Ja, igen, rögtön kidobom, mert már összezavarodok attól, hogy üres. Cola bottle. Ja, ezt hűtőbe vegy. Bazz, akkor nem fér bele. Nem, kell még hűtő. Akkor kell igen, hűtő, is, igen. Hát jó, ez, akkor ez vesz, baj. Veszek egy hűtit. Egy ilyen, behozom még, ami kint van. Ilyen jó nagyot, egy ilyen doubled. Premium szóda, ez is hűtést igényel. Jó, ma ott van. Még egy van. Jó, jó, király. Jó, ez ja, igazából mindent meg kell venni sajnos, mert különben itt korint trénok, meg úgy jön pénzbe, hogyha sok termék van. Jó. Hoppá, egy fa. Igen. Premium kóla. Ez van, ez szóda. De a dobozra meg már kóla van írva. Ó. Lehet, hogy kéne venni egy üres dobozt, tudod? Minek? Ja, még odafér. Ó, nagyon jó. Jó, sem. Tésztát kéne, mert azon fognak panaszkodni, hogy nincs elég tészta. Van itt. Megint alulról is valami hiányzik, a rizs. Van tészta. Ben van a raktárban, ugye? Azt is figyelni kell, mert valamikor a raktárban van maradszott. Ha, jó. De innen alulról mi hiányzik? És nem vágom. Honnan? Hát semmi, innen most alulról. Raktuk oda. Ez nem volt az a ütő. Ja, ez új. Aha. Persze. Az a polc, oké. Okay, igen, vagy az a polc, jaj. De akkor is hiányzik innen valami. Meg kevés a víz. Úgyhogy mennyi pénzünk van? 2-11. Mit szólnám, hogyha... A tévét eladhatod, ha akarod. Hát hogy fölösleges a tévé. Hol van az izé? Tudod, mit kell csinálni? Valami egyik tervéket ilyen... Atok drágára adni. $1000. Hát, ha lesz olyan hülye, aki megveszi. Akkor mit kéne? Sajtot. Az mindenhol drága. Igen. Sajtot, nem? Valamit kéne kipróbálni, hogy valami jó drágára adni. Próbáld meg Azt fogják ellopni. Az a vagy azt fogják ellopni. Ellopják? Akkor nem jó. Akkor jó? Nem. Ilyen ötlet volt egyébként. Na, igazán. Hát nem tudom. Gyorsan átárazok mindent, aztán már mindjárt nyithatunk is el. Jó. Megyek a pénztárba. Megint beragadnak ide az ajtóba. Nem, azokat a szarokat el kell adni. Az nem kell nekünk. Ezeket? Azokat add el. Jó, ha rájövök, hogy kell eladni, akkor szíves örömes, hogy kell eladni? A tabnál oda kell görgetni, van egy ilyen delete funkció. Delete? Megvan? Nem. Második szerintem, a Tomnál. Potter. TV.
Második. De online. Ja, delete mód. Oké, megvan. Meg akkor a tévét is eladja? Kisképpen. Hát adjuk el. Akkor eladom én. Eladtam. Eladtad, jó. Na, már 841-ben azt kisegyítottuk. Mekkora bizniszek vannak itt. Ugye? Na, akkor menjek a pénztárba? Te meg ezért irigyeld a lépet? Jó van. Oké. Elérem, elérem. Jó. Jó. Nagyon jó. Ide beállok. Kinyitom. Amúgy mibe kerül egy biztőr? Várjál, mibe kerül egy biztőr? Hát még mindig nincs, de figyelj, gyere ide, megmutatom a pörköket. Itt de vannak. Mennyi az még? Mennyibe kerül? Itt van, már hogy a következőben ott ki tudjuk nyitni. Hát ott vannak, hogy mindig nyithatsz egy perket. Most ugye tudnánk majd a biztőrt nyitni, hogyha lesz egy plusz elvileg. Nincs elég franchise pontunk, kell egy franchise point hozzá. Akkor kinyissak? Ja, nyomjad neki, azt, figyelj, úgy pörög majd az ujjam, mint az őrület. Brutális. No, egyébként, ja, lehet, hogy van egy max vevőszám, tehát hogyha túl sokan vannak, nem jön új, úgyhogy most megpróbál nagyon peregni. Jól van. Szerintem itt jó az a kassa, mert így akkor ki tudnak menni. Ja. Már jön is a vevő, figyelj, olyan leszek. Olyan pörgő újjú. Oké, okay. Én megfigyelek. Csodálkozik, hogy jé, mennyi cucc, tegnap nem volt ennyi minden. Ja. Egy idő után szerintem azért nem nagyon. Jó, mert itt az a néző, aki kommentált, hogy egy idő után nem lehet bírni. Ketten, úgyhogy mindenképpen okay. Jobb, többen minél többen játszani ezt. Meg biztos nagyobb is lesz a bolt. Igen. Figyelj, ez a csávó itt kapásból 15-ért vőtt dolgokat, hallod? Az igen. De miért nem tudom beütni nézővel most? Ahogy lehet, hogy nem pénz, vagy nem izé, tudod, hanem én nekem az volt furcsa, hogy azt hittem, hogy pénzt ad, de közben izé nem. És ugyanezt fordítva, hogy bankkártya, és akkor rossz dolgot csináltam. Várjál, concentration van, mert nagyon megörülök. Oké. Okay. Nagyon nehéz, hogy. Az a baj, ugye ezt a viszont ha pénzt ad, akkor nem tudod csinálni billentyűzettel. Igen, azt sajnos nem. Mert amúgy azt, sor. Hogyha a kártyával fizetnek, akkor az rohadt jó. Igen, az nagyon jó. Ez kényelmes. Pörgök ám. De rohadt drága. Egyre több pénzért vásárol. Nagyon sok ilyen. Valamikor ilyen 26 meg ilyenekért, hallod? Igen. Egyelőre ez ki, hogy nem lop senki. Tök nem, jó. Nem. Csak ezért a két dologért loptak, hogyha túl drága, meg hogyha... Hát. Bocsánat, allergia kezelés van. No problemo. Jaj. Amúgy előbb-utóbb szerintem mindenképp kell a két pénztár. Nem, a kettő pénztár. Vagy két pénztár. Hát csak én... Szerintem az nem egy hülyeség, mert igazából nem fognak lopni. És akkor honnan figyeljem őket amúgy? Ez így nem jó. Nem fognak lopni. Nem? Nem, hát mivel van kiszolgálás, meg nem drága, akkor nem lopnak. Lehetséges. Egyelőre... Nem fognak, tuti. Rászokott a makam erre a bótra, bazze. Ah, tényleg. Ideg. Az összes ikrével együtt ide jár vásárolni. Mindig ide jönnek, ez hihetetlen. Mi van, stream lesz? Vagy mi a helyzet, makam? Jaj, hogy igen. Adjál neki egy jobb roblott joghurtot. Izgalmasabb lesz a stream. Te! Jaj. Ne bántsad a nézőket, vagy a mit tudom én kiket. Elbukfőncözött egyet, de úgy látom nem bánta. A kártyával kell egyébként ugye nagyon sok cuccot vesznek már, tök jó. Igen. Ez kurva jó. Hát, amúgy bírja a készlet egyelőre. Aha. Bírja. Tök jó. Kártyával fizes? Hogy rohagy meg. Amúgy igen. Én is azt akartam, hogy
Hihetetlen, hogy nem akarnak úgy fizetni, hogy te akarnád, és igen. Ki kell írni, hogy csak ide card only vagy valami. Azaz. Amúgy az automata pénztárnál csak azzal lehet. Nincs kávézás. Igen? Hát de mindegy is nekünk, igazából. Igen. Nagyon, nagyon jó. Na most jó bevétel lesz. Tudunk venni még egy izét, pénztárt. Ne! Miért? De akkor veszünk fel pénztárost, ha igen. Ó! Veszünk fel, én inkább biztőrködök. Hát persze, mondjuk eléggé könnyű, hogy nem kell semmit csinálni, mor. Te hallod, lesz olyan. Holnap mondjuk te leszel a pénztáros, úgyhogy igazad van, nem is, nem kell két pénztár. Hallod, igazad van. De szerintem úgyis nem hiszem, hogy jönnének a másikhoz is. Hát dehogy nem. Meg lehet, hogy akkor ez sok több a vevő szerintem. Igen, és hamarabb kiürül, és akkor panaszkodni fognak, hogy nincs valami. Na, hát igazából az legyen a legnagyobb bajunk, hogy sok mindent vesznek. Milyen üzletpolitika ez? Rossz. Lusta üzletpolitika. Tényleg, amúgy nem tudunk magunknak valami egyenruhát, vagy egyenruhába vagyunk, ez a zöld atlétapóló. Hát ez ilyen nagyon csóró. Ez ilyen nagyon csóró. Amúgy igen. Biztos lehetne valami egyenruhát szerkeszteni, nem? Azt hiszem, hogy az a fizetős tartalom, hogy izét tudsz, ez kineket, de sok fajta van rengeteg. Ha. Túl drága a cukor neki. Na, lehet, hogy megvan az első tolvajunk. Nem, nem lopott, jó. Jó, ilyen csóró izéket hagyjad be. Azt hittem, megvan az első tolvaj. Kezdtem örülni. Tudom, nem akartál ellopni, csak túl drága. Hogy lehet visszasztornózni vajon? Szerintem sehogy. Ne. Nem tudom, exit? Escape? Nem tudom. Nem. Túl sokat adtam, az nem, hogy lett jobb gomb esetleg? Sehogy. Nem tudom, én nem jöttem rá. Nem tudom, sajnos. Hallod, nagyon sokat ütöttem. 18-8 helyett. Igen. Jó, van 10 dollár, le van szarva. Biztos nagyon boldog vagy, elverlek te. Miért visszaálló vagy te? Sokan belőled azt a pénzt, te. Hogy merted elfogadni? Szégyed magad. Szegény. Visszakalad. Bazzi, mennyi minden vett ezt. Hát is nem dobáltál a pénzt, amúgy sajnos. Nem adta vissza. Legközelebb nem fog ingyen vásárolni, azt tuti. Ide nem jön többet, mi? Nem. Ide nem. Ú, de sok vásárolód van hirtelen. Hirtelen végig. Mondok, hogy heten. Igen. Jó. De egész jó bírja a készlet amúgy. Ezt a kóla jellegűt, jó. Jó, már sok fajta van ugye. Az a baj, ez... Igen. Biotésztát is elég jó viszi. Azt hiszem, az tészta van. Van biotésztánk? Hát szerint, hát a bio az van rájön. Ja? Szerintem az tészta. Nem biztos. Kell valami fel... Mi? Biztőr? Nem kell? Vagy mert én vagyok a biztőr. Csak azt mondom... Ja, szeretem őket megverni a seprűen, amúgy igen. Figyelj, felveszünk egy pénztárost. Aztán igen. Csak lógatjuk a lábunkat. De tényleg mi azt akarjuk, érted, hogy csak nézzük. Az a cél. Így van. Csak így van. Mostákodni, ez a cél. Vagy csak árut feltölteni. Igen. Jajon. Figyelj, mennyi pénzt összeharáncsolunk, egész jól megy most. Jaj. Már 1200 pénzünk van. Az igen. És ugyanaz a baj, árut kell feltölteni. Ó, vagy lehet, hogy áru feltöltött kéne felvenni. De nem ő veszi, akkor is te veszed meg. Az nem jó, mert akkor fizetned kell, érte? Hát a figyelj, pénztárosért is. Igen. De a pénztáros hozza a pénzt, ez nem feltétlenül csak viszi. Hát szerintem lehet, ez hogy... még mit csinál? Bejött az egyik ajtón, kiment a másik ajtón, és így elhagyta a boltot, anélkül, hogy ott se raktam volna. Milyen fene? Érdekes dolgok vannak.
cikcakod. 12 dodó. Ez olyan békés. Ez egy jó kis zene. Mindenki ilyen csontsovány, azt észrevetted? Igen. Úgyhogy ezek izei, nem tudom, nem esznek rendesen. Hát mondjuk a showtól nem lehet meghízni, szóval. Jaj. A showtól, meg a víztől. Ottól nem lehet. Na most lesz majd mosogatószer is biztos egy idő után. Jaj, nem mond. Meg ilyen gyümölcs. Gyümölcs, zöldség. Igen. Péksütik is biztos lesznek. Igen. Na, senki nem akar lopni. De milyen türelmesen állnak már sorba. Egyik se panaszkodott még a kiszolgálásra. Hát már olyan csinos vagyok, vagy nem tudom. Azaz. Se visszaadjak egy $1000 valamelyiknek? Jój, ne! Ennek az a szőke csajnak, hadd örüljön. Nem, csak vicceltem. Az ugye elég kellemetlen. Biztos, hogy vissza lesz tornózni valahogy, hát valóságosan. Hát de hogy? Nem tudom. És hiába biztatom a nézőket, nálam most se kommentelnek, szóval. Nagyon trollok vagytok, csak mondom. Nagyon trollok. Valaki tudja, írja meg valahol. Igen. Mondjuk a Keepernél szeretitek őt boldogítani. Úgy se olvassal a kommenteteket, csak hogyha szólok neki. De igen! Ugye? Ez de igen, ezt ne írj, nem, hát ilyen, nem. De volt már a példa, igen. Nem, hogy egyébként olvasom. Ilyen. Olvasom? Tudom, de azért volt, hogy nem. Tehát igen. Mi ez? Valami need a broom for teeth. Mi volt az? Valamit írt. Nekem ki írt valami. Láttam. Mi az a broom? Én nem láttam, hova írtak. Ki ez az? Kevés a pénzed? Esetleg az apró? Nem tudom. Nem tudom, mi volt ez. Nem tudok angolul. Szomorú. Valaki tudja, és hajlandó kommentelni, akkor írja már meg. Igen. Amúgy nagyon sötét van a boltban, és szerintem rossz helyen van a lámpa. Hát jó, eléggé. Elég ilyen fél homály van. Kettő lámpa is, az is rossz helyen. Igen. A vásárlók sem látnak semmit konkrétan, meg igazából te, mint pénzdaros, sem látsz semmit. Én látok, faszom idden. Igen, jó. Világít a kijelző végül, és az jó. Hát igen. Kár, hogy nem lehet többet beütni a kártyával fizetéstél. Nem engedi? Bírnám. Mikor megy ma igen, ennek a napnak, bazza, nagyon sok valod? 19, 57, 58. Hát, kell, majd mindjárt. Kell valamit fölvenni, valami melóst, mert ez így. Ugye? Szörnyű. De kasszást azt már tudunk fölvenni, nem? Szerintem bármilyen, nem próbálja az akármi. Csak visszőrt. Hát oda osztod be, ahova akarod, ott ki tudod választani, az oda táblán, tudod? Jó. Szerintem ezután fixen csinálunk valami ilyesmit. Csinálok, mert kifolyik a szemem, basszus. Azaz. Jön a haverod. Megjött a baka még egy fordulóért. Igen. Na, de legalább vásárol. Tök jó. Amúgy nagyon fogynak a dolgok, nagyon. Hát már csak egy ilyen mézes van. Nincs bent, mert egyébként, meg ilyenkor ugye jó lenne, hogyha lenne raktárkészletünk, nem ártana. Nincs, csak joghurt van. Hát csak joghurt van, de abból se sok. Ja, előbb-utóbb mindenképp kéne szerintem az raktárkészlet. Oké. Jó, azt felraktam a polcra. Kell a söprű. Milyen szartás véget fenyegetésképpen? Na azt hittem azzal takarítani kell, nem gondoltam volna, hogy az embereket kell elverni, basszus, nem? Na amúgy én is. Hát még mondtam is, hogy nem látok hosszanom, hogy takarítsak. Ja. Nincs erretek. Te az izének, gyere ide, verjél le egyet csak úgy. Avaromnak. Nem mondnak a másiknak. Jaj, nem jó, bocsánat. Úgy van, jól van. Azt mondja. Hadd szokja. Rászolgált. Jó, azért nem kell tudni. Jó, oké, még ez. Mondjuk az egyetlen, aki kövér is, a többiek nem. Tényleg, basszus egyébként. Ugye? Szígyelj, ennyit zabálj. Amúgy most, mintha világosabb lenne, nem tudom miért.
Nem tudom, de pedig este ledig. Elvileg most már nem jön be új vevő, úgyhogy ezeket ki sztornózom, aztán akkor mehet a kikapcsolást jó. Meg. De várj, ezeket már üzenjük. Ja nem, nem, bejött nem. Még egy bazza, hogy rohadjon meg. Oh, akkor még nem. Ez is elégedetlenkedik. Mi a bajod? Free soda. Mi? Mi? Szódával volt baja. Ja, cukormentes szóda. De nem láttam pontosan, mit Nem volt szóra, akkor biztos, nem? De igen, a mézes cucc elfogyott. Igen. Egyébként rohadt drága. Hát, hogy elfogyott, vagy túl drágának találtuk. Már ilyen nagyon-nagyon-nagyon sok pénzért vesznek dolgokat. Mind ilyen 20-valamennyi dolcsi, meg ilyenek. Ugye minél több ha az áruk. Ha bezárok, akkor ezeket még ki kell szolgálnod, ugye? Nem, akkor eltűrdek, úgyhogy akkor várjuk meg. Oh. Ja, minden pénz kell, ne viccelj. Igen, igen. Jó. Már újabb nem jön be, ezek szerint. Jó. Ja. Csak nem lopni akarod utolsó pillanatban, ugye? Jó volt, ez már nem nagyon. Bírod? Hát annyira nem ma. Szemem kifolyik. Két utolsó. Jó. Ó, de jó. Utolsó, jó? Utolsó. Nem, sokat vesz a 14. Szója, nem. Szója, kész vagy. Megvagyunk. Uóóóó! Fú, balcos. Na. Na, hogy van? Minusz 1500 az a balansz, 825 jött be. Nulla tolvajlás volt. Na. No. Land cost, temporary, ja. Nem írja elvileg, hogy hány darab izé volt? Ja, ott van, 66 bevőt. Egyetlen egy too expensive product. De azt nem írja, hogy mi. Talán a cukor? Ez jó volt, ez jó volt. Na várjál, jó volt. Nézzük meg ezt az employer dolgot, vagy employer. Employed. Megvettem, föl tudok venni egy darabot. Na mit vegyünk? Gyere ide! Döntsük el! Ne nyomj rá egyből, várj! Milyet vegyünk föl? Cashiers. Na, akkor nyomjad. Oké, okay, felvettük akkor egy, és akkor hol van ő? Vagy majd ide spawnol. Szerintem jó, amikor nyitunk, nézek, beszorultam. Akkor izvénik kellene. Szóval, amikor nyitunk, akkor. Akkor fog ő bejönni melózni. Nem, itt van. Megjött be az el. Meg is jön. Ó, de jó. Hellol. Neki is jön Csajci. Neki is jön csóró ruhája van, mint amúgy. Ja, igen. Meg olyan kezeli basszus, mint a halál. Na nézzük. Hello, szia, cica, bizonyságban. Product, szóval nézzük. Gyere be a raktárba. Itten kell mutatnom valamit. Tésztából, benne tésztából van 11. Vízből 7. Ó, honey az elfogyott. Mennyi henit, az nagyon népszerű, kettőt, nem? Jó, oké. Okay. Én meg hordom, akkor bevid az őrület, aztán remélem, hogy jól dolgozik ez a pénztáros. Jó, akkor cukor az van, só van. Egyébként ilyen garáru feltöltőnek be lehetne rakni, és akkor ugye átrakni pénztárosnak, hogy ezt tudod váltogatni. Ha, figyelj, igen. Figyelj, én azt csinálom, hogy átrakom most áru feltöltőnek. Jó. Risztok, ugye? Oké. Okay. Uh-huh. És akkor figyelj, pakolja már bazze, hát én pakoljak. Jelen. Hát nem. Köszi. Nem, valami nem pakolja végig, csak hogy ő pak... Na, ami dolga legyen. Fogja. Aha. Na mi van, nem jön? Jó, hol van? Szóda. Itt áll, hallod? Hát hátba várlak, oda pak... De most nem azért. De lehet, hogy csak munkaidőbe csinálj. Akkor ez nem jó ötlet. Akkor nekem kell felpakolni. Akkor visszahállít a vizére. Jó. Kasszásnak. Na, pakolhatunk. Jó. Aha. Az a baj, hogy nem pakolja ő. Csak szerintem, hogy Jézus mennyire bozta, megőrülök. Igen. Szóda. Baj, és ha átrakom raktárosnak, storage-ra az átrakom. Az nekünk miért jó? Hát az, hogy behordja legalább a szajréd, vagy valami. Nem, csak áll, mint a faszent. Nem hordja, mert nincsen izé. Nincsen hova. Nincs polc. Ja. Akkor igen. Jó van. Akkor dolga. Ez nem jó úgy. Szóval? Pakoljad. Kéne egy üres doboz. Minek? Tudod, majd, hogyha rossz helyre rakunk valamit, akkor le lehessen venni. Ja.
Na jó, jó helyre rak. Jobbá. Ne szórakozzál a barát. Én jó helyre rakod, ez a doboz. Nincs jó helyen. Jó. Csinek fuplerájban. Azt a mindenit. Ez itt mit csinál amúgy itt a menedzser szobában? Gondolkodik. Ez mi? Fölmondja-e vagy de. Hát figyelj, no, igazából meg, mondtam neki, hogy be kéne jönni ide, meg kéne vizsgálni valamit. Uh-huh. Azt az, nem az... akar. Nem tetszik neki. Nem akarja jót, nem. Nem. Hát ez felettébb szomorú egyébként. Hát ez ne is mond. Így nem lesz fizetés emelés elő egy hamar. Nem igazán. Tehát ez a sok izét, ezt dobozt, ezt hol fog-e férni amúgy? Nem tudom. Aha, most ez hűtös, hol várom? Nem, még van egy ikon rajt. De ide raktad a dobozt, hozzáfér. Van egy ikon de rajt. De. Ha látom, látom, ez polcos. Ó, üres, jó. Csak behordod, én megpakolok? Ja, hordom, mint az őrület. Hogyne. Jó. Jó, az útba. Valami nem jó. Jó. Nem tudom nekiadni a dobozt. Jó. Valamit csináljál ma. Megakadok a dobozokon. Pénz, pénz meg viszi ez. Nézd, és elveszi jól. Itt van. Na, várjál, mit akartam csinálni? Water bottle. Igazából pénzt ja, nagyon nem kell költeni. Ja, minek az árát manipulálni. Megnézem, átnézem az árakat, de ki rakta ide a dobozokat az útba, hogy a szem álljon meg? Én, nekem van egy tippem. Húha. Valami nem stimmel. Ez jó az az ár, ez jó az az ár, hát nem annyira fú, jó. Ezektől alig lehet közlekedni. Ez az ár, ez nem tetszik, ezt felemeljük egy kicsit. De szerintem egyébként még az íze is, a market price is változik. Úgyhogy igen. Arra is fő figyelni. Jó, megszívhatom ezt a nőt, bazze. Olyan árakat állítok be neki, hogy ne nagyon tudja. Ha már ő csinálja, akkor igen. Persze. Ebben maradt kettő. 99 ilyen legyen a vége, meg ilyesmi. Egy centeket kelljen neki adni. Támogassa ő, jó. Na, fönnakadok a mindenen is. Na? Jó. És nem fér bele több. Azt az egyet onnan... Szörnyű. Jó. Mi ez az akadálypálya, atyaisten? Na. Tiszta cikcak van. Van te kóla. Igen. Na, van itt minden jó, átnéztem az árakat, úgyhogy jó vagyunk. Jó. Remélem ez nem kér sokat ez a csóró itt. Hát, hát egyelőre nagyon ráérős. Nem, nem. Ez tej. Kíváncsi vagyok, hogy fog pörögni. Majd azt is ütni kell, hogyha nem dolgozik elég gyorsan. Jó, ja, tényleg, ahogy igen. Erre gondoltam, hogy lehetséges, őt is verni kell. Mi ez a sok doboz, ez mi ez, more? Behurcibáltad. Ja? Nem ide körülöd volna? Várj, mi ez? Rizsa. Hát, még marad benne. Oké. Ez a mi kóla, oda. Ja. Egyébként ugye akkor, amikor át tudod csoportosítani a bunkerőt. Uh-huh. Tehát, hogyha jó. Árut kell feltölteni, nagyon nincs kedved. Akkor el lehet küldeni, ezt beállhatsz a pénztárba, nem tudom, vagy ha igényled. Nem! nem annyira. Nem annyira, nem. Jó? Nézd, és felveszi előlem. Na, melyik a szóda? Joghurt, a joghurt. Az jó sok fejet foglal. Nézd meg, mert pakolni be beelleléd. Egyébként van egy csomó doboz most ilyen, amelyik ilyen félig van, úgyhogy azokat ugye... Igen, vagy van benne egy kevés. Igen, szerintem meg vagyunk. Tudod, hogy mi a kevés? Ez a... Mi ez? Ez a bio. Nem tudom mi az. Én megnézem. Sőt, azt mondja, kéne venni egy ilyen üres dobozt, azt hol láttuk? Van olyan, ott a, ugye, hogy a tábládál. Azt hiszem. Nem, itt jobb oldalt. Uh-huh. Jobb oldalt, alul. My empty box. Bájolj el nekem egyet. Vettem egy üres dobozt. Itt
ez hol van? Hát gondolom ugyanarra ki, hova rakja ez? Hát ez nagyon jó kérdés. Az üres? Ezt te ide raktad, ezt a rizsalt? Nem, nem. Várjál, most veszek egyet, akkor oda kerül? Várjál. Egyébként az nem kerül semmibe, így nem van. Ide kerül, itt van. Itt van. Akkor ad ide nekem, Lici, a dobozt. Köszi. Mert ezt szeretném ezt levenni, csak hogy veszem le? Jobb gomb. Aha, igen, jó, megvan. Ja, és oda átrakni. Uh-huh. Az jó. Igen. Ezt az üres dobozt rakd le ide. Aztán akkor itt mindig kézzel van. Úgy van. Fasza. Szuper. Jó, és akkor van egy üres polcunk, amire... Van itt még benn a raktárba dolgok. Igen? Melyikben van a 24 rizs, abban nem tudom mennyi van. 2 prémium szóda. Ebben 4 darab. Ez 11 paszta. Hát, azt lehet, nem? Rak ki a pasztát, ja. Hosszá. Teljesen így bele kockulunk ebbe. Hogy jól csináljuk. Na, szólja, mehet. Jó. Mehet. Nyom, akkor nyomom. Na nézzük. Na kíváncsi, hogy dolgozik az embere. Uh-huh. Csajci. Nyomja. Arra, remélem, pörög neki a kerek keze volt. Nagyon remélem. Várjál, nem oda, jó van, oké. Jaj, és ez a busz. Nehogy fölmondjon, várjál. Jó van, na, bírja ezt. Mennyi pénz... Nehogy fölmondjon. Mennyi pénz fog kapni? Na, gyűnek már, jó van. Hát... Na, az is egy igen jó kérdés. A beszélsz írjuk valaki. Lehet, hogy a... Aha. Lehet, hogy a... Tényleg amúgy minden árat beállítottál? Uh-huh. Új árukat is? Új áru nem lett. Még hitőben van? Nem lett új áru. Hát azok már mikor? Már egyszer volt az. De a kóla az új áru. De, hát az nem. Az volt nem. Már. Most nem lett új áru, mert igen. Most nem unlockoltunk azt, hanem izért csináltunk. Figyelj. Ja, jogos. Sorry. Oda nézd milyen gyorsan. Hallod? Figyelj, neki nem tart sem eddig, instant megy. Figyelj. Hoppá, ez jó ötlet volt. Megszabadultunk ettől a szar munkától. Csak nehogy 1000 dollár kérjen naponta vele, akkor everem. De nem tudjuk megnézni, hogy mennyit kér? Nincs olyan opció. Nincs erre semmi. De nagyon gyorsan csinálja, úgyhogy ezt mindenképp megtartjuk, ezt a csajt. Oké, nem tudjuk mennyit kérni. Jó, hát az a lényeg, hogy ugye annál többet kell termelnünk, mint amennyi. Úgyhogy figyelj, megnézem azt a perk táblázatot, hogy mit unlockoljunk legközelebb. Figyelj, mondom, okay. Hogy milyen opciók vannak. Akkor mit fogunk csinálni? Nem, hanem hogy milyen munkát. Figyelj, bazza, még tudod, itt, mit is tudunk? Na. Wi-Fi connection, az miért jó? Wi-Fi? Hát azt én sem tudom. Várjál, van olyan, hogy tudsz állokolni, hogy gyorsabban működik a kasszás. De hát ez tök jó gyorsabb úgyis. Van olyan... Amúgy nagyon gyors. Hogy a munkás gyorsabban mozog 20%-kal, ilyet is tudsz állokolni. Van ilyen, csomó ilyen cucc. Kurva jó vannak. Van olyan, hogy föl állokolod, hogy fel tudsz venni 9 darab employert, vagy mi ez. Uh-huh. Alkalmazottat, igen. Oh. Van olyan, hogy higiénia. Uh-huh. Törlőkendő, meg minden. Van az, amit takarító. Törlőkendő. Ó, tök jók vannak. Nagyon jók vannak. Na most, amit tudunk állokolni, az nem más, mint a margarin, ilyen kaják, ilyen. Hát ahhoz megint csak hűtőszekrény kell. Igen. Meg még tudunk állokolni olyat, hogy konzervek. Tuna, meg ilyen vörösbab, meg macskakaja konzervek. Ha. Szerintem lehet, hogy jobban járunk az ilyen konzervekkel, mert a hűtőszekrény, igen. Szerintem az drágább. Oké. Okay. Ja, ilyenekre kéne rámenni, igen. Uh-huh. Igen. Egyébként van, amelyiknek van ilyen izéje, hogy előtte mit kell megcsinálni, ehhez például, uh-huh. Hogy ezt meg tud csinálni, ugye a szóda. De az nekünk már megvan, úgyhogy ezeket tök jó ajánlókolhatod. Úr is remélem, hogy nem lesz sok a fizetése. Remélem én is, te. Lehet, hogy százalékos arányba megy, nem tudom, hogy van ez. Meg kell nézni, hogy mi fogy, aztán esetleg akkor... Jó, ez meg a fizetés instant megy neki, az tök jó. Meg nem hibázik, meg kell nézni, hogy nincs olyan, nem lesz, hogy ilyen hiba látája. De különben rohadt gyors.
Nagyon. Úgy, ezt szerintem egy tök fel lehet húzni egy ilyen boltot, ilyen nagyon fullosról, hogy azt sem tudod már, hogy kikivel van annyi, hogy olyan pörgés van. Meg tök jó lehet, hogy az áru feltörtő, futkozik az áruval. Egyébként ez a paszta, ez tényleg jól fogy. Nagyon, igen. Most így ketten csak így lézeggök. Ne rendeljek még? Ja, még van egy sor. Melyik várja, a zöld paszta? Figyelj. Ez micsoda? Ez fogy, nagyon. Zöld. Hát ez a barna. Ja, ez a, igen, ez. Az mondjuk ez, nem tudom mi az. Ez sugar, nem? Sugar, lehet. Cukor. Cukor. Hm? Mondjuk, hogy nem lehet cukor egy, vagy hogy nem lehet bio egy cukor, miből állítják előbb az egy? Meg ez a vaníliás, ez a vaníliás sokkult, megnézem, ilyeneket hogy rend, ilyen, meg ilyeneket lehet rendelni, meg be lehetne rendelni járókészletet is egyébként. De várjál, most mindenképp kellenek azok a konzervek, úgyhogy az. Hm? Figyelj, rakok le én egy izét, egy már egy ilyen... Micsoda? Egy ilyen szökrény. Nem feltöltök közben. Szökrényt. Aztán akkor majd azt tüzé, erre tudjuk pakolni a macskakaját, meg mindent. És nem vágom, hogy melyik az. Hát az elég mit szomorú. Mit szeretnél? Hogy ja, van? Ez az. Aha. Kívülült, jó. Hogy futsz, bassza, mint a gyúr. Nagyon vicces. Még jó, hogy nincs stamina itt, hallod? Úgy tényleg, hú, az nagyon szíves lenne. Egyébként nem lopnak, nagyon jó minden. Figyelj, akkor unlockoljuk majd a bacskakaját. Na egyébként annyit van lehet trükközni, ugye, hogyha nem unlockoz valamit, akkor addig nem keresik. Igen. Érted? Igen. Úgyhogy, ha nincs rá pénz, hogy feltöltsük az áruját abból, akkor nem szabad addig unlockolni, mert akkor nem keresgélik, akkor nem nyekeregnek, érte. Hála égnek, igen. Azt mondjuk elég baj, hogyha igen. Már folytoltam. Ez a kasszás, ezzel szerintem megfogtuk az Isten lábát, mert nem kell itt gubrincsolni, az egy rémálom volt. Ó, nem volt jó. Na várjunk. A legrosszabb meló. Abszolút, tényleg, rizs. Jó, hogy te dolgozol, én meg itt Ja. Itt mi fogyott ki? Kifogyott. Nem tudom. Ja, izé volt, a paszta volt két soros, úgyhogy nyugni. Paszta. Igen. Semmi gond. Fölnyomom ide a rist. Jó. Jó, akkor veszünk konzervet. Jó, legközelebb. Macskakaja, meg rendben. Minden is. Figyelem, hogy nem ellopnak egyébként, nem lopnak. Egy sortam tőled a sem. Látom, hogy letettem. Nem baj. Várja. Jó. Visszaadtam. Az a baj, ha nincsen seprés, pont lopnak, akkor pont rossz, mert ugye nem tudok semmit csinálni. De tetszik. Egyébként tök jó helyen van itt a kassza, látod? Mert ugye nem, azért eléggé nem frekventált helyen ott elfoglalja. Felborult. Viszont az autó volt a kassza, az nagy hülyeség volt, ezt nem szabad megvenni az elején, az nagyon drága. Meg csak egy állhat oda. Hallgassatok ránk. Igen. Nem állnak sorba ott, ugye. Lopnak, mint az őrület. Azaz. Ja. Nézd meg ezt a buta seprűt, mindig felborul. Ja, amúgy. Igen, magam az meg szerintem nem tetszett, hogy elverted, mert nem jön. Nem. Ugye? Hát látod, nem szeret engem. Szerintem amúgy se szeret engem. Van egy olyan érzésem. Háj. Nem nyertem el a tetszését. Micsoda ezért van? Mi az? Karkötő? Mi az a póz? Az a póz. Hello, szemosz. De ezt most figyelj, dobd ide a söprő, még a söprővel együtt ez a kettő. Szerintem menjél a WC-re, most pont olyan póz vagy alattom. Várjál, a WC-t. Várjál, figyelj a söprővel. Ilyen izéket, szellemet kell ide, vagy űzni már, vagy mi az? Mit töltögetsz te? Te hallod? Te nagyon ott vagy ebbe. Jó, kurta. Fut, mint a nyúl. Nem muszáj, föl kell tölteni. Ebben van kettő darab vanília joghurt van benne, ezt el is lőttem. Na, kíváncsi, mi lesz itt? Hallod, tök jó, mert ma megint ezzel pénzünk, mert elálltam, ebben nem fogunk belebutni. Ez jó, alakul. Van egy franchise pontunk, azt nem is néztem. Kettőt kaptunk, ezért annyira coolok voltunk. Igen. Aha, úgyhogy unlockolhatjuk majd ezt a konzervet. Na, remek. Tök jó. Egyébként ugye, hogy lenne egy árufeltöltő, hogy beszórnád a raktárba a cuccokat, aztán akkor kiordanál, az se lenne gondunk. Igen, csak ahhoz kell hozzá raktár polc. Pócok?
Meg lehet... ami 300. Ugye lehet venni ez a storage shop helyet. Szívesen csinálom az áru feltöltést egyébként. Hallod, van olyan, hogy shop helyet ugye lehet venni, meg raktár helyet. Úgyhogy ezeket még folyamatosan tudod fejleszteni. Szerintem most a bolt méretében nincsen baj jelenleg. Á, nem, az nem csak van. Valami elfogyott, valami ital. Így, az mi volt ez, hallod? Ez nem jó. Nem tudom, mi volt ez. Megnézem. Lehet látni. Igen. Italok közül, aha, sukkormentes. És ezt hol látod? Úgyhogy amikor itt a manager blogboardba belenézel, akkor látod. Ja, ott azok pirosak? Aha, a sugar free soda bottle. Aha. Ja, látom, ez nagyon jó. Lehet látni, hány darab van. Meg is vetted már? Meg, feltöltöm. De várj, az nem az. Hogy lehet, hogy rossz helyre raktam? De mégis hiányzik valami megint. Akkor mi az? Többi. A többi. Sugar free soda. Az hiányzik. Igen. Ez tök jó, hogy így látod. Én ezt nem is néztem eddig. Aha. Miből? Nem, azt hittem mondtam. Nem. Nem mondtam. Ah, most az is fönn van, tök jó. Nagyon ügyes vagy. Ó, rossz helyre jöttem be. És mi a legalsó? Mi az a zöld? Az oké, hogy... Mi az a zöld? Az meg raktárkészlet, gondolom. Mert ugye a felső, a cola bottle is elfogyott. Vagy mi az? Botle. Meg rossz helyre tettem. Úgyhogy ja, megint elfogyott valami. Csak nem... Jaj. Én nem tudom, hogy mik ezek a... A zöld, meg a sárga. A piros, az vágom, hogy annyi van valamiből. Uh-huh. Borzasztóan sötét van. Ebben a sarokban majd eszetlen milyen éjszaka. Na, húzzak be el elő. Vettem kólát, mert nagyon az még sötét hiányzott. Van. Ja, raktál te egy kólát? Ezt a basznet... Aha. Nem, ez hiányzik. Soda bottle. Na ez, amit ide leteszek, ez az üres doboz. De várj, gyere ide ez a táblához. Nézzed már meg velem ezt. Azt mondd meg nekem, hogy oké, hogy a pöröső piros az, hogy mennyi van. De mi a zöld és a sárga dulla-dulla? Raktárkészlet, vagy mi a szar? Aha, szerintem az azt jelenti, igen. Ja, három, igen, raktárkészlet. Aha, és mi a zöld? Mert a sárga a raktárkészlet az oké, de mi a zöld? Úr esetén van, Dick. Jó, hát áramszámló az nem sok van. Megy. Nem. Ez a csaj, ez megdolgozik csak... a pénzért. Igen? Az biztos. Most már csak 5 soda bottle-nak kéne lenni, ha megnézed. Raktárkészletnek. Most már csak 4-nek. Ha nézed a soda bottle-nak. Nem. 20 van. Mert én vettem. Ja. Itt van benne. Ah, oké. De nem. Csak a raktárt írja. Ha benn van a raktárban. Ja. Uh-huh. A raktárt írja, hogy 3 darab joghurt van a raktárban, és... Rendelsz valamit? Nem, miért rendeljek? Nem tudom, hány óra van? 20-15? 20-15. Szerintem ide, meg kell venni a macska kaját, meg a konzervet, azt ezt ide fölcsettinteni majd. Uh-huh. Jó. Rendben. Fogom a söprűt, a minisztartasséget. Lehet, hogy... Már csak megszokás most, igen. Ezeket a lámpákat én átrendezem, mert ez nagyon nem tetszik nekem. Nagyon hogy... sötét van ott a sarokban, igen. Van borzasztó sötét van. Ú, kíváncsiak, mennyi lesz a fizetés a csajnak. Jó, ha nem túl sok, akkor kell még egy pénztárost fölvenni. Mindjárt akkor... Én szeretek árut feltölteni. Igen? Egyébként. Akkor jó van. Ah, én nagyon. Lámpát akarok még venni, mert az nagyon zavaró, hogy ilyen rohadt sötét van. Uh-huh. Milyen tábla ez? Valami szign? Szerintem föl lehet írni valamit rá. Lehet. Reklámot. Nem tudom, vagy árakat, vagy akciós, nem tudom micsoda. Ó, nagyon jó. Több lesz a villanyszámlánk, de oké. Így jó rá. Az jó. Ó, nagyon jó. Mert akkor itt legalább ki van világítva az, ami...
Pénztáros még nem vagy vakoskodik amúgy, Tényleg amit oda nem le kell számít. szedni. Nem, amúgy lehet, hogy azért nem lenne jó, mert akkor meg lehet, hogy téved, tudod, mellé itt, mert nem lát. Na, az még hiányozta. Akkor fizet Az nagyon. reflektort Igen. fog kapni. Na, figyelj, lassan. Az. És 1575-ünk van, így pedig költöttünk, hallod, úgyhogy rohadt jó. Ez a pénztáros, ez tök megérte. Hol a söprű? Ja, itt van. Ja, sem baj. Mész egy okay, kört vele? Van. Ja, ne, maradhat nálad. Jó, megyek. Ide beállok, azt elsöprőztem. Nézd már, milyen nyomulás volt az üdítőnél. Ha, nagyon jó. Nagyon. Na, akkor figyelj, én már mindjárt nyomom is, ezek menjenek ki, és akkor veszünk macska kaját. Konzerve. Konzervet, aha. Meg mindenfélét, és akkor lesz egy konzerves. Tudod mi lenne? Cukrot jó? Is. Tudod mi a tábla Na. szerintem? Az, hogy kiírhatnád, hogy konzerv, kiírhatnád ezeket a tök jó dolgokat, tudod? Hogy mi hol van. Hogy az, hogy neked is segítene, meg a decoration szempontjából is tök fasza lenne. Valóban. Te ennek a csajnak ugyanolyan gatyája van, mint neked, hallod? Igen. Igen. De a felső nem a ugyanolyan. Felső az nem, egyen, az nem. Ez ilyen jamaika cuccban van, biztos valami füves láj. Azaz. Vigyázz, hogy nehogy lopjon. Na. Ki? Joy? De figyelj, most lezárom. 22.30. Meg... Zárok. Jó. Na. Na mennyit, a fizetésére vagyok kíváncsi. Mennyi a fizetése? Igen. Hol van a fizetése? Hol van? Igen. 60 dollár, az semmi. Ó, hát akkor kell még egy. Az nagyon jó, mert 1400 jött be. Tök jó. Ó, akkor kell még egy. Kell még egy, csak nem lehet. Még meg kell nézni, hogy milyen metódussal állokoljuk, és akkor arra kell menni. Úr. Okay. Figyelj, ez itt ma áll. Látod, én haza sem ment. Haza sem ment. Na figyelj, jó, akkor ugye... Igen. Igen. Akkor lehet még Biztos egyet, hogy pont jó lesz, mert nézd meg, a konzervet kiállokoljuk, és akkor lehet még egy pluszot fölvenni. Jó, akkor állapod. És azt szerintem lehet, hogy... Ha egy pontunk van, jó. Igen, akkor konzervet állokoltam, akkor meg kell venni. Megveszed, én meg behordom neked. Igen. Meg minden, ami esetleg hiányos. Ezt hordom, mint az őrület. Jó. Hát még egy pénztáros az nem kell. Igazából fölösleges, hanem mit érdemes lenne? Ez így nem jó. Márért. Miért? Jaj, nem. Mert túl sok volt. Arra. Mindenből csak egyed. Mert hogy tudom ezt visszaizélni? Szerintem rajt kattint a skip törlés, nem? Pillanat. Aha, jó, megvan. Csak egyszer egyet. Meg a macskát simogassák. Megvan döglevel, ne simogasd. Jó, akkor ezt megvettem, és maradt 920 pénzünk. Ízét is vettél, amelyik hiány van? Mert ugye lehet, hogy van olyan állam. Olyat is veszek, amiből hiány van, igen. Én behordom, aztán pakolod, ahogy szeretnéd. Jó. Ó, én nagyon szívesen pakolászom. Igen. Csak. Akkor, ami... Szerintem egyébként, ha raktáros vennénk föl, az be is hordaná, érted? Hogyha lenne De én pont. Ne, én akarom hordani. Ja, jó, oké. Okay. És szeretném, én nagyon. Íh, 271 pénzünk van. Az igen? Jaj, bocsánat. Pakoljál csak, én majd beordom. Pakolj. Jó, de az árakat majd... Várjál. Azokat beállítom. A Bronx konténer. Vron konténer. Akkor konzernek külön izéken. Mi, igen? Várjál. Hol egy konzerv? Mert... nem. Azt tudod, miért rossz? Nem vrong, az miért vrong. Írja, rakja a konzervet. Ott mondta, nézd meg. Hát ott nézd meg mindig, hogy a doboznak a jobb felső sarkába milyen ikon van. Azon látod. Érted? Igen. Látni, hogy polc kell, vagy ilyen dobozoknak polc kell, ugye. Aha. A hőmérőknek hőmérő, vagy ez egy frigider. Ez micsoda? Kutyakaja. Lehet, hogy kevés Na, is lesz félre. A polc. Amúgy 8.
Hát az nem fér el. Jó. Jaj. Ez prémium szóda. Jó. Aj, nekem nagyon tetszik az áru fel. Nem tudok kimenni. Na. Na, itt beordtam a bidded. Látom. Igen. Meg én is pakolok akkor. Cat food. Jaj. Itt is cat food. Mm-hmm. És ezek egyre drágább dolgok, nézd meg, ennek 12 darabja. Úgyhogy ez komoly. De azt is be kell árazni. Bárazom. De szerintem egy póc még kell, mert úgy látom... Meg... Igen, mert a babaz nem fér. Jó. Akkor már veszem is a paucot. Cukor. Ezt még nem tudom motorokni. Ja, hogy ez üre, jó van már, ez a gondolom mi a baj, hát üres. Jó, semmi baj. Cheese. Jó, alakul. Alatt 21 ézőek van, dolcsig. Uh-huh. Az ugye elég. Azért kéne, lehet, hogy meg kéne nézni az árakat, hogy változott-e, hogy még mindig jobb vagyunk árban, hogy nem túl drága. Átfutok. Jó, oké. Okay. Mindjárt megcsinálom azt, meg akkor addig betöltesz. Jó. Így van, töltögetem. Jó. Egy ezeket is bárazom. Fú, ez nagyon jó. Ó, mi a fasz? Ez beállított automatán az egyiket. Miért? Tízre. Tök jó, mert ezek már drága. Nem feltétlen jó. Vagyis nem tudom, hogy jó-e. Ja, állítok rá, de az a durva, hogy ezeknek már ilyen nagyon, ugye nem csak ilyen 1-2 dollárosak, hanem ilyen 20 meg ilyenek is vannak, vagy 10-10 akármennyi. Ha. Úgyhogy nagyot lehet rajta kaszálni, tudod. Az jó. Az mondjuk, annak mondjuk örülök. Kurt. Én nézem, hogy nem véletlen olcsó a dugma, mint. Igen, az lehet, hogy... Ó, jaj, kimegyek a falnak. Borzasztó. Na. Meg közből majd, mert most már nagyon nincs pénzük, lehet raktárkészletet halmozni föl. Uh-huh. Jó. Mondjuk, ami elfér, azt nem tudom fölraktározni, ugye? Ja, nem úgy értem. Kementáli, igen. Hanem, hogyha most fogyni fog valami. Uh-huh. Igen. Akkor tudunk venni közben, amikor majd lesznek bevők, meg adunk el, már nincs pénzünk. Csórók vagyunk, hát igen. Kóla pak. Uh-huh. Is vagy. Én is segítek fölpakolni. Jó, ez egy üres doboz. Jó. Hát nem tudom. Oké. Na, meg is vagyunk szerintem. Várj, ezt a polcot még nem néztem meg az árakat. Aha. Uh-huh. Apa. Hát... Ez meg az üres doboz. Ezt itt hagyom, mit szólsz? Ez így fixen itt lesz. Ez nagyon jó. Csak nem lopják az üres doboz, nem. Amúgy valami üres, valami nem jó. De ez valami mi volt? Valami jelzik, de mi? Nem tudom. Az nem itt volt a cukor? Nem tudom. Te is nagyon kevés. Hát nincs pénzünk, jó, de... Lehet, hogy nincs. Megnézem, 21. hogy... Júj! Aztán, túl sok a lámpa. Mennyi volt a lámpa? Jó az, de ne aggódj. Egyébként joghurtból is csak 14 van. Aha. Cukormentes kólából egyébként csak 12. Ha. Jó, ezekből a tuna meg mindenből viszont van, dog foodból 12, jó. Oké, szerintem mehet a móka. Indítsak? Jó. Aha, igen. Oké, nyitottam, jó. És igazából legközelebbi választhatunk perkeket, azok vannak, hogy gyorsabban dolgozzon ez a munkásunk, olyan perket választhatunk, vagy még egy embert felvehetünk, vagy olyat, hogy Wi-Fi connectet be tudunk kapcsolni.
És akkor több darab munk... Nem. Ja, nem. Hogyha wifi connectet bekapcsolunk, akkor több izé jön. Több kuncsaft. Több vevő. Igen. Aha. Ó, az nem rossz. De akkor lehet, hogy egy pénztár nem elég. Hát figyelj, de most ebből a háromból most fölvehetünk embert, gyorsabb a pénztáros, vagy wifi connect. Hát szerintem a wifi connect lenne, mert még bír, nem? Csak akkor több hát munka akkor lesz. Lehet. Bazze. Mármint több áru is fogy. Ez érdekes, tök jó. Tök jó, hogy vannak ilyen perkek, 21 hogy ilyen. Pénzünk van, szerintem csődbe megyünk. Nem, nem. Nap végére lesz 1000 minimum. Igen. 36. Aha, simán. Reméljük. Egyre drágábbak a termékek amúgy. Jó, jó. 58. Jó, alapul. Ez a perk táblázat, ez rohadt jó, hogy így vannak ilyen dolgok. Van olyan is még például. Figyeld az idő múlása? Képzeld, van olyan perk. Igen. Hogy a pénztáros 10%-kal több pénzt termel. Oh, az mondjuk nem van. Az mi az, hogy kedves, vagy valami lehet, hogy ilyesmi? Ez... Fú, nagyon jó vannak. Hogyha légkondit bekapcsolod, hogyha azt a perket kiveszed, akkor megint több vásárló jön per nap. De várj, ez több áramot is jelentem. Ez egy perk. Tehát ezt bekapcsolod, ezt az konstans. Jó. De az a lényeg, hogy itt átsorgunk, és nem csak sem. Igen, el a lényeg, hogy jöjjön a lóvé. Na figyelj, amiből kevés van, akkor azt én megnézem, és akkor abból lehet, hogy rendelek. Szerintem tejet. Megelőzöm, figyelj, várjál, átnézem. Posztából van 40, waterből 38. Meg ez a kis sajt itt. Nézem, itt a zöld sajt alatt. Nem tudom, milyen sajt az. Vanília joghurtból egyébként csak 12 van, tejből csak 10. Úgyhogy ebből a kettőből mindenképp egyet-egyet. Meg a tej. Szóda pakból 18 van, és sugárfree kólából viszont csak ide jó, 6 darab. Úgyhogy abból azt is látom, egyet. Azt nem sok. Igen. A többi az meg van. Jó, akkor megveszem, a 151-be került. Tejet hoz. Hadd én töltsem föl. Jó, mi? Akkor adjál neki, meg üdöm őket, mind a lovat. Jó. Na nézzük. Ah, jó. Ez mi volt? Hova futsz vele? Te? Mit vittél? Mikor a raktárról. De miért? Jogurtot. Mi volt ez? Feltöltötted? Jogurt. Ja, jó. Feltöltöttem. Kevés fér ugye a műtőben joghurtból egyébként. Valamiből tök sok fér ugye? Igen, igen. Jó. Úgy szeretek átfeltölteni. Nagyszerű. Jön a lóvé. Jó lesz, ez nem lesz gond. Jó. Hát figyelj, most úgyis azt fogjuk perket. Nem szabad eddig megnyitni olyanokat, hogy több termék legyen, amíg nem vagyunk felkészülve. Sőt, igen. Meg is nyithatom, hallod? Megnyithatom a izait. Wi-Fi connection. Micsoda? Bekapcsoltam. Wi-Fi kapcsolatot kirakta. Most elvileg még többen jöttek. Be van kapcsolva. Jó. De akkor több is lehet a tolvaj, nem? Hát nullának, már... igen, nulla van most. Zavar ez az üres polc, meg itt is üres a polc. Hát ez együtt kell élned vele. Szörnyű. Ja, feltöltöm az árut. Egyébként addig lehet olyat rakni, amiben itt lehet több dolgot is, érted? Most vannak itt olyanok. Akkor lehet rakni oda ki is, mondjuk cukrot, érted? Aha. És ha üres addig. Ja. És rakok ide cukrot, az kész. Most akkor van. Akkor van ilyet, azt... Hát... Na igen, végül is. Na, elvileg most több vásárló fog jönni a wifi miatt. Ó, tökül. Jönnek egyébként bőven, jó. Futkorásznak le fel. Itt mi ez az üres polc? Itt mi, megint itt zavar. Nem tudom, ott a cukor volt. Cukor ezt volt? Nem tudom oda lere. Cukor volt. De van egyébként ott benne doboz, ami... De ez csak vanília joghurt, ja, azt ne vidd. Ez de kettő vanília joghurt. Oké. Okay. Nézd meg, már megint 400 tézzükben, úgyhogy rohadt jó. Nagyon jó. Ez a pénztár, hogy szerintem elég gyors egyelőre. Arra ne nyomjunk perket. Megnézem, milyen opciók vannak perkügybe. Jó. Figyelj, tudunk olyat, hogy föl tudunk venni egy embert még, vagy gyorsabban dolgozik a pénztáros,
Vagy elmentünk olyan irányba, hogy basic product 2, és abban van ilyen almalé, paprika, ketchup, olívaolaj, úgyhogy több termék, ezeket választhatjuk. Hát nem tudom egyébként, én merném el még a több terméket, hogy fel vagyunk elkészülve. Szerintem nem. Mert akkor ugye azt megint több... Mert ahhoz meg... Kell pénz. Igen, hogy... ha megnézzük, hogy mibe kerül, mondjuk egy ilyen zöldségpulc, 700. Igen, az a baj, hogy azokat ki kéne termelni, ezt ne az legyen, hogy itt nyekeregnek folyamatosan, hogy nincs. Mert ugye, hogyha lukolod, akkor meg itt tüzé van, harakiriznek. Meg 300. Ó, olyan van, hogy 300-ért megy. De abban csak 4 termék fér. Meg figyelj, ide, itt majd tök jól fog kirézni egy zöldségpult ide középre, tudod, az a nagy. Uh-huh. Ide vi. Mekkora cool lesz. Igen. Igen, csak 552-ünk van, tehát ugye arra is kell gondolni, hogy rendelni is kell. Na figyelj, akkor mit válasszunk? Hát igazából nagyon érdemes nincsen szerintem. Annyi... Vagy megtartjuk a izét a pontot, és akkor addig nem költjük el. Szerintem olyan 2-3 000-re föl kéne menni, ja, és utána költekezni. Tehát mondjuk egy pár napig megtartani ezt a készletet, vagyis hát ezt a választékot, ja. És akkor utána nagyon fogy. De most tudod, egyéb... mi fogy? Na. Ez a penne tészta. Na már nézem is, olyat, hogy hozom. Olyat kéne. Az basic. Rendelsz, én akkor fölpakolom. De várj, abban 31-et ír, hogy annyi van nekünk. Az annyi nincs. Paszta penne. Annyit ír, hogy 31. Hát de annyi nincsen. De akkor hol van? Ez nem tészta, amit van. Hát nincsen. Ott van alul, te. Ez mind jobbul. Ott van alul. De nincs, akkor sincs. Nem, de, nincs. De, gyere ide, ott van alul, egy csomó. Ott van. Ja, oké. Jó. Mert én csak egyet láttam. Jó. Okay. Azért meg kell nézni, mert ugye bele vagyunk keveredve egy kissé. Kicsikét, örök kicsit. Elég rendesen. Jó. Ja, itt vannak. Szerintem a izére nem érdemes perket rakni, hogy gyorsabban legyen a pénztárosunk, nem? Meg embert sem akarunk felvenni. Milyen embert lehet felvenni? Storage, listocker. Hát ezeket most egyelőre még nem érdemes szerintem. Nem, mert több pénzt visznek, mint amennyi hasznot meg hozzá, igazából... annyi raktáron nincsen. Figyelj, szerintem egyébként tök jól megy ez az üzlet, ez biztos, hogy az lenne jó, hogy egy-két napig tolni. Ugye? Igen. Joghurt? Igen. Az a baj, hogy... Ilyen sajtot nem rendeltél. Hát de... Van ilyen sajt. Nézem, hogy mi van, de... Egyet odarakok, egyet kiveszek egyetben. Cheeseből elvileg 51 van kint. 51. Aha. A másikból, abból csak 9 van. És abból lehet, hogy rendelek egyet. Hú, az 112, az jó drága. Csak a vaníliás joghurtból van rengeteg egyébként. Hozta vizét, hozta olyan sajtot. Nem tudom, berakod? Ebből csak 9 volt. Ja, kétfajta sajt van. Igen, ez a piros, meg ez a Gruyère's cheese. Meg a másik, ami szerintem... Figyelj, hogy termelődik a lóvé. Megint 800-an, pedig közben csomót vettünk. Ja. És jönnek nagyon sokan, odanév ennyi ember. Rohadt jó. Egyre jobb lesz a bevétel. Egészen jól viselkedne, nem? Jó, minden, aha. 840. Tök jó. Valami olyan snackek. Lehet unlockolni, minden is lesz. Csokikák, meg nem tudom, mindenféle. Van olyan, bazza, olyan perk, hogy a... újrahasznosítja a dobozokat a munkás. Tényleg. Aha. Akkor az nem, az jó, az nem kidobásos. Tényleg, amúgy a kukát nem kell üríteni? Szerintem nem. Nem kell kihívni a konténerest. Jó. Várj, akkor abból is vissza lehet termelni pénzt, nem? Szerintem az van, ami igen. Még izéket is lehet, gyógyszereket majd árulni. Nagyon jó. Meg hát ugye növelik el majd a boltnak a méretét. Az 2000 a storage space, viszont a shopnak a helye az csak 250, érdekes megoldás. Akkor gondolom, annyi, hogy itt kibontódnak a falak, én arra gondolnék, és akkor ugye úgy növekszik.
Ó, de szerintem egyelőre nem, arra nincs szükség, vagy igen? Nem hiszem. Nincs rá szükség, csak azért mondom, hogy izé, hogy ne, kell majd nevelnünk. Ah, igen. Ez jó megoldás. Nagyon jó. Figyeld az időt, egy valami elfogyott itt. Valami ital. Na nézem, hogy mi. Nem tudom, de valami elfogyott. Nézem. Oké. Elvileg van mindenből, 4 darab szóda van csak, viszont szóda, sima szóda. Azt veszek, de nem tudom hogyan akkor. Jó. Nullát nem ír semmiből. Pedig itt valami víznek kéne hiányoznia, valami víz, aqua, valami. Hát pedig mindenből van a listába. Lehet, hogy máshol is volt. Ha, nem tudom. Szódapek is egyébként nagyon fogy. Ó, minden fogy. Jó, hát igazából az kell, igen, hogy... szódapek az nagyon, igen. Más só is, más is egész kevés van. Ezt nem tudom, hova kell ezt abrakni. Hoztam a 2 fajta soda dolgot. A soda battle-ból már csak egy darab van. Már itt van, itt vagyok. Itt van, tessék, ott van. Szuper, köszönöm. Abba a felsőben nem tudom mi volt, de biztos, hogy volt máshol is, mert nem írja a hiánynak. És sötét van itt kint, ilyen kinti világításomat csinálni. Joghurt. Utcai világítás. Nem a vanília, hanem a fruit, az is csak 9 van. Premium szódából csak 8. Cat foodból, bazza, macs. Hallod, a macska kajákat minden hordták. Elmondom neked, 4 darab, meg 5 darab, meg ilyen van csak. Ez komoly. Jó, hát igazából berendeltem mindent, ami el van fogyva. Jó. Szeret napközben is. Jó, de hát ha most vásárolnak, ne legyen az már, hogy nincs. Persze, azért azt mondom. Azért nem akarnak bejönni vásárolni. Igen, azért mondom, hogy napközben is lehet ezt simán feltölteni, van időre. Ezt akkor nem kell a nap végén. Gyümölcsök úr. Macskakaját, azt rohadtul hordják, hallod? Meg az ilyeneket. És ez tök jó, mert azok a drága termékeink, tudod? Igen. Cat food. Ez. Majd azt kell csinálni, hogy lehet, hogy ki kell táblázni már nekünk is, mert különben bele fogunk keveredni. De várjál, az árakat nézd közben. Hát ezeket már átnéztem, ne aggódj. Nem kell újra nézni. Jó. Raktárba se is világítások, semmi, de vagyok ilyenekre... Semmi, totál sötétség van. Igen. Premium szóda kóla, vagy mi. Szóval az anyámban van. Ja, úgy van. Ja, mindent bevitte. Igen. Meg föl is töltöttem, megnézem. Igazából annyi, hogy egy ilyen 20-30 alá ne menjen semmi, akkor jó. 40, 30, 24, 13, jó. Hát, abból nincs. De van 13 a raktára. A joghurtból, a gyümölcsökből. Jó, egész. Nagyon szépen dolgozik. 634 pedig árut is nagyon sok, nagyon sokat költöttünk. Szerintem legalább ilyen 1500-at költöttünk, úgyhogy szerintem simán nagyon sok bejön. A bejövő összeg igen, szerintem igen. 2000 körül lesz most, mert nagyon rengeteg a vevő. 22, még fél órát kell kibírni. Nagyon jó. Nagyon-nagyon megy. És tényleg nem loptak, úgyhogy ez azt jelenti, hogy most jók az ára. Igen, biztos, nagyon nem is érdemes egyelőre. Nem. Lehet, hogy később majd lesz, de... És olyoly. Igen, szerintem hát... ahogy jön egyre gazdagszik a bolt, úgy jönnek a csábuló... Lehet. Majd az ízét lopják a... Mit? Úgy akarját? iPhone-okat lopják el. Azt is szerinted tudunk. Nézted a perkekben, hogy tudunk elektronikai cuccokat is árulni? Fú, megnézem. Hát lehet, mondjuk hogy az érdekes gyógyszert lehet, milyen különböző snackek, az csomófajta. Gyógyszer? Gyógyszer. Várjál, az gyógyszerész is kell. Csak recept ellenében. Nem, hát ugye Amerikában szerintem Amcsi, ugye ott nagyon gyakori az, hogy mindenféle gyógyszer ott van a szupermarketben, meg a benzinkúton. Ja, igen, de biztos van vény... Jaj, biztos van vényköteles is. Számosz. Igen. Furán fogod ezt a botot, he. Be van görcsővel, ugye? Egy furcsa. Hát, na, nézd meg. Tessék.
Egy jó. Na. Te is furán fogod, ahogy ezt tudom. Na, várj, be kell zárnunk ám közben. De na nézzük át, hogy mi. Zárjál. Kíváncsi vagyok én is, hogy mennyi a bevétel, mennyi jött be. Uh-huh. 1817-ben jött. De... Semmit nem kerestek, minden volt folyamatosan. Na, igen. Minden jó. 816 franchise pont. Tök jó. Igen. És 103-an jöttek már a boltba, eddig ilyen felányján szoktak szinte. Aha, nagyon szép. Jó. Király. Na, nem búcsúzunk el, mert már szerintem nagyon hosszú, és akkor innen tudnánk folytatni. Tök jó vagyunk. Jó. És egy franchise pontunk lett. Azt meg akkor egyelőre elraktározzuk magunknak, és akkor eldöntjük, hogy mit fogunk. Na, akkor köszönöm, hogy itt voltatok, meg itt voltál, meg itt volt mindenki. Ott egy üres üvegbe, az oda van csapva. Azzal az van kitámozva, odalé. Most föl lehet venni? Mi ez? Fölvettem. Oh. Ezt lehet, hogy még a kivertük a ízébe, az áldozatból. Oda volt egy üres üveg. Na, bocsánat. Köszönjük szépen, hogy végignéztetek ezt az agymenést újra. Igen. De szerintem most, mintha jobbak lettünk volna, nem? Most nagyon prók vagyunk. Fényezzük magunkat, nagyon prók vagyunk. Várjál, hallod, fogd meg ezt a söprűt egy profilképereig, léci, itt akarok lőni róla egyet, olyan csiros vagy, itt a... Mint, úgy csinálsz, mintha dolgoznál, de... Nem, így jó vagyok? Nagyon jó vagy. Na, köszönöm, köszi. Szia! Köszi szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Puszi.